és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk, pontosan 16 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek, jó reggelt! Hello Jani, hello Feri! Sziasztok! Jó reggelt! Hello! Drága hallgatók, ciao mindenkinek! Na, ahogy vagytok, mi újság? Jól vagyunk, hát ünnepi díszbe öltöztettük a lelkünket, szívünket. Várjuk már a karácsonyt. Tényleg? Aha, nagyon. Én például bulit szeretem tegnap. Az jó? Nagyon jó. Figyelj, sokkal jobb, mint szentestén szerelni budit. Így van. Én azt gondolom, két héttel előtte még jó, hogy megszerelni. Annyiban csak, hogy tényleg műanyag csatlakozó elemet ne választhatok, hosszú távon nem kifizető, de inkább választhatok a gumit, jó? De mi volt a budival? Tehát, hogy... Egy picit megfáradt a csatlakozó elem, ami magát a porcelán elemet a műanyag elemhez csatlakoztatja. Picit megfáradt, és hát ennél azt hittem, hogy egy kicsit nagyobbat gitteltél, aztán szét kellett szedni, mert nem beszorult. Az mindig benne van a pakliban, már eleve kibővítettük az elemet, vagy leraktál az átmérő. Leraktál egy puffajka ujjat, és nem tudtad lehúzni. Aztán nem a karácsony illatával telt meg a lakás. Gyakorlatilag ennyi történt. Ki kellett cserélni. Egyre többet tudok egyébként erről a szakmáról, és nagyon örülök neki. Tehát menekülés útvonalaim száma egyre több. Adott esetben, hogyha úgy alakul, hogy már sajnos nem rádiózhatom többé veletek, meg senki mással, akkor tudom, hogy például vállalhatok majd ilyen munkát, és csak erre majd ki kell váltanom külön majd az SZIA számot. Hát én nincsen szakképesítésed, nem csinálhatod. Majd keresek egy gyors talpalot valahol, egy fél éves. Így van. Egy OK és képzést keresel, valahol megcsinálod gyorsan. Nincs azzal baj. Én nem voltam most még karácsonyi vásárban. Azt hittem, hogy én nem szerettem még budit idén. Nekem is történt érdekességben. Van egy budi, amit ritkán használunk, és eltűnt belőle a víz. De ez azért elpárologott. Tehát, hogy így a lenti szinten azt nem használjuk egyáltalán. És hazaugrottunk a Bennivel, mert mondta, hogy mielőtt megyünk valahova, neki kakilnia kell, és aludt a gyerek. Van ez így, aludt a gyerek, és mondtam, hogy akkor menj, használd a lentit, a leglentit. És nem volt benne víz. Az elpárolog, tehát ha sokáig nem használod, akkor abból eltűnik a víz. Igen, és ha nem húzod le, ugye sokáig, mert akkor az persze. Az kész, abból elment, hogy ezt ilyen sűrű használjuk azt a budit. Na. De a tartály részében volt, vagy egy volt, lehúztam, és akkor utána megállt a víz benne. Tehát, hogy voltak ilyen furcsa anomáliák, de megoldódott. És a Benének sikerült, minden oké, mentetek tovább. Én nem tudom, hogy jön ki egy ilyen kicsi gyerekből egy ilyen nagy. Ez az örök érthetetlenség. Én nem tudom, hol van benne? Hol van? Tehát az benne, nyilván benne van, de hol? Tehát, hogy nálunk is mindennaposok az ilyen meglepet. Atya, úristen, és így egy büszkeséggel egy vegyes csodálat és áhítat az, ami bennem van, amikor... Én fiam, mit? Hát, nem, hogy kinek a fia, mert hogy érted, a saját képességeiddel tisztában vagy, de hogy a gyerek honnan szerzi ezeket a képességeket. Azt a mindenit. Na mindegy, úgyhogy, de nyugiban a városban lehet közlekedni, szerintem mindenki fél, és mindenki napközben intéz mindent. Én tegnap bent voltam, és nagyon-nagyon jól lehetett. Hány órakor? Este ilyen 5-6 körül. Ja, tök jól lehetett haladni. A Petőfélig szinte üres volt, ott ráfordultam nem tudom minek, tök mindegy. És jól lehetett menni. Onnan átmentem a honnan tudom hova, onnan tovább mentem a mit tudom én melyik út, onnan jött a azt tudom hol vagyok utca, és akkor utána megérkeztem a most már meg vagyok valahol útra. És díszben öltöztetve már a város. Igen. Néztem. A hidak már ki vannak. Már mindenki van, az összes út, az összes tér, ami kiszokott világítva lenni, az már mind ki van. Minden szép, minden jó, úgyhogy hát figyelj, másfél héten most már azért csak túl leszünk ezen az őrületen. Egy rossz hírem van karácsonyra, nem lesz hó. Most már megmondtam. De hogy ez egyébként, ez még valakit váratlanul éri? Mert én vártam, én akartam a havat. Az elmúlt 10 évben nem volt hó. Igen, de pont azért már így olyan jó lenne. De majd figyeld meg, hogy vége a karácsonynak, a december mindig ilyen 10-12 fok. Latyak lesz, és szinte még azt is megmondom, hogy szinte még lehet a nap is fog sütni. Tehát, hogy én ezért egy hónapban minden hónapot el kéne tolni, csak nem tudjuk megcsinálni. Basszus, most nem jut ez eszembe, hogy ki volt az, de valamelyik nap beszélgettem egy fiatal lánkával, és azt mondta, már de nem már nagykorú volt, tehát, hogy vele beszélgettem. Is lehet beszélgetni. Igen, hát csak ez nem annyira félhető, de kedves fiatal jány volt, és ő mondta nekem, és így teljesen megdöbbentem rajta, hogy azt mondja, hogy ő nem emlékszik olyanra, hogy lett volna havas karácsony. És ilyen mit tudom, ilyen 20 év körül volt. Azt mondja, hogy nem emlékszik rá, hogy igazán hol lett volna karácsonykor. Mert hogy igen, persze, már futásról beszélgettünk, és akkor mondta, hogy ő még nem is futott hóban. És ő még nem is futott soha. És ezért megkergetted. Hát csibész, elkaplak. De azért most gondoljuk bele, tehát, hogy a mi, jó, persze, most megint előjönünk a tatás témákkal, de azért én tényleg emlékszem vissza 85-86 környékén, amikor konkrétan ilyen embermagasságú hófalak voltak, hát és az emberek ki kellett ásni magát a bejárati ajtótól a kapuig. És az autók nem közlekedtek az utcákon, vagy legalábbis ezeken a kis kertvárosi utcákon, meg gondolom a falusi utcákon sem, mert hogy egyszerűen nem volt hol közlekedni, mert egy nyomsávot lehetett kiásni, és akkor azon az emberek haladtak oda-vissza. De semmi nem volt, leállt mindegy. Elképesztő volt, tehát tényleg. Na ez most nem lesz. Na ez nem. Ez most nem lesz. Egye meg, aztán fene tudja, hogy most ez jó vagy nem jó, de azért kis hó lehetne. Hát nem biztos, hogy ember magasságú ófalak ellenek. Nincs recept, aki szereti ennek. Nem jó, aki nem szereti ennek, annak jó. Karácsonyra csak szereti mindenki. A vad? Na jó, hangulatos lenne. Olyan szép az. Az azért lehetne. Na az hangulatos lenne, igen. Na mindenkinek minden megvéve, mindenki már túl van a nagy vásárláson, semmi. Sehol senki? Semmi, most pont karácsonyi menünk gondolkodunk, nem sem hozzánk jönnek át a családtagok, eddig minden évben az volt, hogy a nővéremekhez mentünk át, most majd ők jönnek át hozzánk, és most azon gondolkodunk, hogy mi legyen. De mire fel a változás? Hát kell egy kis változatosság. Hogy állandóan igen jönnek, még válogatnak, mindig reggeltől estig főz, ilyenkor a nővérem. Most úgy döntöttünk, hogy így megháláljuk, hogy ebben az évben, aztán a következő 10-ben megint ő fog. Tehát, hogy csak hogy legyen valami alibi. De miért? Tavaly nálunk volt, nem, az tavaly előtt volt. Na mindegy, de akkor nálunk voltatok. Igen, de 10 évig azelőtt ti jöttetek hozzá. Na mindegy, de voltatok, az a lényeg. És mi lesz az ünnepi fogás? Ez valami hidegtálba gondolkodunk. Hidegtál. Hát az olcsóbb, tudod meg. Még meleget azért egyetek. Korábban meleg is csak addigra kívül forradból. A forradból, igen. Legalább csinálj meleg szendvicset, vagy valamit. Egy jó gombás meleg szendvicset. Na. Attól függ, van valami. De jó lehet. Egy jó sajtos szendvicset, vagy ilyesmit. Sajtos tosztot. De hús nem lesz. De lesz. Miattuk lesz. Ilyenkor azért igazodunk. Ők is szoktak igazodni hozzánk a mi igényeinkhez, meg életmódunkhoz. Mi is igazodunk hozzájuk. Úgyhogy tényleg veszek egy csomag gépsonkát az Aldi. Ne. Ez még nyitva van ez a kérdés. Én értem, hogy karácsony, de nem. Párizsi, az karácsonykor is párizsi. Hát azért ne flancoljál. Nem kell itt dőzsölni, mert most itt karácsony van, mint elkapatni őket. Ja, azt ad nekik, amit mindig. Az is opció, hogy hoznak magukkal. Olasz felvágottat, párizsi kenyérrel. Egy jó rúdturistát. Egy rúdturistával, és én mi ez az aranyizé, ez a piros ilyen, nem tudom. Ja, hogy hívják, apel gulyáskrémmel? Vagy gulyáskrémmel. Igen. Jó az, ne flancoljál. Hát, ne csináld. Na, megmutatjuk, mivel foglalkoztunk tegnap. Jó. Méghozzá, igen, hát a tegnapi napunk egyik adásának egyik ismétlését, vagy egyik adás részletének egyik ismétlését, méghozzá azt, amikor arról beszélgettünk, hogy egy picit öregszünk már. És ezt megállapítottam, aztán ezen mindenki elkezdett filozofálgatni, hogy ki hogy érzi, honnan érzi, és hát megpróbáltuk megfejteni az élet nagy dolgait, úgyhogy megmutatjuk ezen pillanatokat tegnapról, aztán jövünk vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. MorningShow. 2 perc múlva pontosan fél 7. Valamelyikről próbáltam összeszámolni, hogy hány aréna koncerton decemberben, de ilyen 10-11-nél vagy 12-nél megálltam. Elképesztő. Rengeteg. Elképesztő. Mindenki karácsonyra aréna koncertet vesz a kedvesének, meg a családjának, igen? Szerintem ez jó karácsonyi ajándék. Igen. De hogy tudják ezt összeszervezni? Tudod, a Havasi Balázs átveszi a mikrofont Ákostól. Közi Ákos, akkor most én jövök. Ákos átadja fenyőnek, karamellnek. Igen, karamell az ídésnek, és az elgetének, elgeti az omegának. Tehát mindenki decemberben arénázik. Ez elképesztő. Óriási. Nem, tehát előadó lennék, lehet, hogy pont úgy gondolkoznék, hogy azért nem december, mert akkor nincs pénz az embereknek. De júniusban nem megy el senki egy ilyen zárt teresre, tudod, akkor nyár van. Meg a fesztiválok vannak. Fesztiválozol, nem mész. Aha, biztos, vagy értelme van, hogy mindenki decemberben csinálja. Vannak a klasszikusok, akik mindig ilyenkor csinálják. Mert ugye olyan fura lenne április 12-e fenyő. Igen, boldog karácsony, mint a május 16-án. 31 fokban. Csomort a szűnyegét, még ma ilyen, csomort a szűnyegét. Most már. Nem, én nem így jelentem. Örök ifjú? Igen, én nagyon régen voltam már egyébként. Fenyőn. Igen? Hiányzik. Tehát kicsit hiányzik a lábamból a buki. Nagy rákabili vagy, az igaz. Igen. Hogy állunk játékkal? 2-1 a hallgatóknak. Jobb is lehetne. Igen, lehetne, de most ez jutott. Meglátjuk, meglátjuk. Egyébként köszönöm a figyelmeztetést, ha még hallgatunk itt, hogy nézek már a kiegestőtőnek a webcamére, és azt kell mondjam, hogy megint csodát lát az, aki fölmegy és megnézi. Rohadtul nem írta senki. Van, déli sípája, északi egyes, északi annyira kettes. Annyira nem értettem, is van SMS, annyira nem írta senki. Menjetek fel, nézzétek meg, gyönyörű. Most tiszta hó az egész. Most ez mikor esett? Vagy nem frissítek a webcamen? Ez még tavalyi? Gyönyörű, gyönyörű. Ilyen szép, menjetek, nézzétek. Mindenképpen nézzétek. Ha akartok látni unalmasat, akkor nézzétek meg. Fél hét van pontosan. Ákos elmondja nekünk a legfrissebb híreket, úgyhogy hajrá. Múlt hétről. Tessék, igen, múlt hétről. Tessék nyugodtan jelentkezni játékra. Jó, ha van kerületek, játszatok velünk. Írjatok SMS, mi pedig jövünk a hírek után. Azt, a minden segít neki, itt vagyunk 10 perc múlva. Pontosan 7 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek. Gyorsan frissítek egyet a falon, és megnézem, hogy mi a helyzet az utakon. Trafi 60 belterületén a 3-as úton Pest felé Gyuri küldte nekünk. 49-es kőnél Pest felé egy hűtős teherautó aláállósán van. Ez az M3-ason van. Aztán a Pentele hídon Dunaújváros felé kisbusz személyautó ütközött, nincs torlódás. És igen, hát ez a teherautó, ez bizony jég. Ez bizony jég. De mi történik Botyka Peten? Már harmadik napja, már komolyan. Hát hogy merik? Mivel húzták ki a gyufát vajon a Botyka Peterdiek? De miért? Már harmadik napja trafi van, ja, a falu életét ez fölbojdította. Azt megértem. Angela Merkelt miért ábrázolták úgy a Time címlapján, mint alkoholista lenne? Mondjátok meg nekem, hogy érted, hogy nem miért kellett, mert megbetegedett a tördelőszerkezet. Tehát miért kellett belőle egy puffat arcú, alkoholista, ilyen csősz, vagy halász. Kicsit ez benne van. Vadőr szerepet ráakasztani. Imidzsépítés. Egy alkoholista, idősebb halőrnőt csinálni belőle. Miért? Mondom, kicsit benne van ez az arcában mélyen, de hogy ez egy karikatúra akart lenni. Nem is értem. Kapták elő. Hölgyem, van egy jó és egy rossz hírű. Mi a jó? Hát, hogy jön az évembere. Ó, hát. Mutatom a címlapot. Mi a rossz? Az, hogy alkoholistának ábrázolták piros posgás arccal. Szegény. Lehet, hát, hogy azt mondták, hogy ez annyira, ez sokkal emberibb, mint hogyha kicsin is sötétták volna Photoshoppal. Egy ezzel lehet azonosulni, ezzel sokkal többen tudnak azonosulni. Lehet, hogy megiszik egy pohár borocskát minden este, hogy levezesse a feszültséget, tehát nyilván van rajta nyomás nem kicsi, de hát azért a Time címlapja azért az kitett magáért. Oda csak találhattak volna egy szebb képet is. Valamit csak lőttek róla az elmúlt években. És az a jó, hogy olyan fotót tesznek fel rólad, amit az egész világon, minden sajtóorgánum, médium, írott, nyomtatott, internetes, mindenki átvesz. És azt mondják, na nézd már, Merkel is iszik. Na nézd már, hát most már ő is alkoholista. Hát milyen világ ez? Hát szegény, hát nem néz ki túl jól. Na mindegy, de gratulálunk neki, azért ez egy nagy dolog. Mondjuk Hitler is volt az évembere, ilyen szinte nem tudom, hol tenni ezt a dolgot, de azért kettőjük között van nagy különbség. Egyik kezeddel adsz, a másikkal elvesz. Nem, csak mondom, hogy ugyanennek a magazinnak a címlapján ő valamikor 30, nem is megmondom, még 35-36 környékén, 7 környékén, ugye még az második világháború előtt, ő még szintén az évembere volt, hát azóta nyilván már javult ez a dolog. Bárki már nem lehet az évembere, de Merkel, én Merkelt kedvelem egyébként. Nyilván az idő múlását akarja ábrázolni ez a kép, most így belemondom. És hogy még mindig mekkora nagy személyiség ennyi év után is. Igen, szegényként. Na, hogy állunk játékkal? 2-1 hallgatóknak. 2-1, megnézzük ki a mai játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Satöbbi. Halló, jó reggel. Sziasztok, Zoli vagyok. Zoli! Ja. A hegyről. Hello, Zoli, honnan hívtál minket? Hát Szolnokról járok Pestre fuvarozni, és Monoron vagyok éppen. Nagyon korán indultam, aztán most itt megálltam. Mit csinálsz arra fel? Én ilyen anyagbeszerző vagyok, aztán Budapestről több helyről is hozok vasokat, aztán most így odafele megyek. Úgyhogy lesz majd olyan 4-5 címem, utána az olyan 2 óráig eltart, mire azt összeszedem, és utána indulok hazafele. Úgyhogy ennyi. Ez jó hang. Kivel szeretné játszani? Ferivel. Nagyon jó. Ha lehet. Persze, hogy Feri még nem is játszott talán a héten. Lehet. Na, hogy ne lehet. Na, király vagyok. Indítjuk az órát akkor, Jani. 3, 2, 1, fire. Ide hozod a vasat, vagy haza viszed? Szolnokra viszem, illetve haza. Szeretnék kérdezni, hogyha lehet. Persze, ha akarsz. Martfűt ismeritek? Vagy, Martfűt? Sörgyár van ott, ugye? Persze, meg cipőgyár. Az is van. Ismerjük. Mi a kérdés, Zoli? Van kérdés? Ez lett volna, hogy Martfűt mennyire ismeritek. Ismerjük-e Martfűt? Ez a kérdés? Persze, hogy ez egy nagyon szép város, nem tudom, jártatok-e? Miért beszélsz többes számban? Én játszom. Tehát, ezt a Balástól kérdezett, hogy ő járt? Nem úgy. Hoppá, köszönjük szépen! Csoda menet! Megcsavartalak! Hogy legyek? Addig-addig gyűrted, dolgoztad, üzted, hajtottad, amíg belezavartad. Bizony. Pedig jó vagy, jó vagy. Nem gondoltam, valamiért belekapaszkodom, hát ez a többes szám, mondom. Igen, valami. De jó volt, szép volt, csak jó. Hát nem bírtad. Nem bírtad a nyomás, Szolikát. Igazatok van, ja. Nem bírtad. Köszönöm szépen a lehetőséget. Sajnáljuk. Martfű köszöni a támogatást neked, hogy ilyen szépeket mondtál róla. Köszönöm szépen, hát majd. Igen, ennyit Martfűről még nem beszéltek. Országos kereskedelmi rádióban Martfű ez. Hát még jó lett volna legalább, hogyha nyerek, vagy valami ilyesmi, tehát, hogy... Hát legalább egy ajándékcsomag, nem? Nem engedhettem el, Zoli, nem haragudj, kettőt kellett hozzunk, mert akkor holnap még döntő. De legalább életemben először játszottam veletek. Első játékot, tényleg? Mondom, életemben először hallom a hangotokat így telefonba. Nem is beszéltünk még, nem is jelentkeztél semmit? Dehogy is, előző héten írtam nektek életemben először SMS-t is, úgyhogy én még ilyen első vagyok. Nekem ez most volt az első ilyetemben. Figyelj, és friss hallgatónk is vagy? Tehát most jöttél át valahonnan? Én 14 éves korom óta, tehát szerintem amióta én úgy elkezdtem teherautóba ülni, én azóta hallgatlak titeket, tehát én családi vállalkozásból csináltuk ezt a fuvarozást, én teherautóba ülök, azóta hallgatlak titeket. És 14 éves korod óta, hát nem is vezetett akkor még 14, akkor, tehát én mondom családi vállalkozás, és édesapámmal jártunk ugye Pestre, de hát most is 2 teherautónkon költöztetünk, úgyhogy... És most hány éves vagy? Most 21, úgyhogy most egy cégnél vagyok Szolnokon, mint anyagbeszerző, és utána megyek elméletileg tűzoltónak, hogyha felvesznek, már be is hívtak ilyen felvétel előtti elbeszélgetésre. Úgyhogy most azért vagyok ennél a cégnél, hogy megcsináljam ezt a jogosítványt, mert ugye hozzá a nagy teherautóra kell jogosítvány. Ja, és most gyűröd, hogy legyen jogsit. Basszus. De aranyos vagy. Valaki úgy nő föl, hogy minket hallgat közben. A szövődmények vannak. Igen, hát 6 éve beszélt. 6 éve minket hallgatsz, és mi már régebben vagyunk. Nálunk mindenki tűzoltó volt a családban, úgyhogy én 8 éves korom óta, amióta az eszemet tudom, én azóta tűzoltó szeretnék lenni, úgyhogy most ha minden jól megy, akkor össze is jön. De ki volt még tűzoltó? Édesapám, az ő neki az édesapja, meg a nagybátyám. Mi kell ahhoz? Miből kell vizsgázni? Ez a C-kategóriás jogosítvány kell, meg ugye pszichikai teszt, van egy fizikai teszt, és hát ugye a fizikai, vagy mi a pszichikain buknak meg sokan. Meg hát tűzből. Hát át kell menned tűzből. Meg hát tűzből, így van. Nem bukhatsz meg tűzből, mert akkor viszont baj van. Ha valaki megbukik tűzből, az... Akkor nincs tűzoltás. Hát igen. És mikor lesz a tűzáró vizsgát? Az mikor van? Azt mondom, hogy februárban lesz a felvétel, úgyhogy addigra kell gyúrnom a fizikaira. Igen. Azt mondjuk, hogy az nagyon kemény ott. Hát leginkább a pszichikaitól félek, mert azon buktak meg a legtöbben. Tehát a fizikumom az megvan, mert mondom, költöztető vagyok, tehát hogy én mondom 14 éves korom óta. Hát akkor az nem lesz. Akkor az nem lesz. Hát nem attól félek legjobban. Igen. Na, hát drukkolunk, jó? Írd meg, hogy sikerült-e. Zolikám, vigyázz magadra. Köszönöm szépen, sziasztok! Ciao, hello, szia! Hello. 2 perc, pontosan 7 óra, Ákos újra elmondja a híreket, mi pedig jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagyágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt pontosan 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Ula, atyaisten, ula. Én kérem ki magamnak, hogy ula, hopp. Hát tényleg írok egy dalt, komolyan. Hát ez azt várja mindenki. Ula, hopp. Ki az Isten ez az omi, de tényleg, hogy miért szabadította ránk saját magát? könnyen megjegyezhető a szöveg, érted? És egy vidám kis dalocska. Omani parmehum, igen, hát mondogattam itt magamban. Omi, ula, ula, te jó Isten, hát ebben az országban és ebben a világban már tényleg mindent meg lehet csinálni? Ezt az egész világon nyomják szerintem. Ula, ula, ula hoppos. Ula hopp. Ula hopp, hát az a hula hopp. Így van, így van. Vidám. Megtalálsz valakit a konyhában, aki már nem mozog, és akkor mondom neki hula hopp. Jaj, ne várj. Kérlek. Morbid. Hullahop? Hullahop. Na, azt mondja, hogy Trafia 150-es úton Mosonmagyaróváron Gábor küldte nekünk. Azt mondja, hogy hát gyerekek, azt nézem, mi van még? Mi van még? Kevés van reggel a közlekedésére. Ezek szerint nincsen trafi, mindenhol minden rendben van. Hát kivéve Bogykapeterden. Ula, ula. Én ula, ezt fogom ula. Mondani. Ezt fogom mondani. Nagyon jó kis dal volt. Nagyon. Nagyon. Trafi az M1-es autópálya lébényi lehajtója előtt a felüljáróról a Győr felé vezető oldalon. Köszönjük szépen. Aztán nem lehetne betiltatni az eldöntendő kérdéseket. Feri nagyon... ezt nem olvasom. Azt, hogy ez nem beszélgetés. Melyik? Ez a gyerek része. Micsoda, miről beszél? Hát azt kérdez az ember játékban, amit akar, de ugyanaz azért jó, mert a játékos is azt kérdez, amit akar. Tehát már a kérdéseket nem tudjuk szabályozni, hogy most eldöntendő kérdés legyen, vagy nem eldöntendő. Nincs hát... érdelmes kérdés. Miért nincs, hogy miért nyomjuk karancslapújtőt, vagy mi? Hogy szabályozzuk, és ma hogy ne lehessen eldöntendőt kérdezni, mire csak igen el és nemmel, hanem azt, hogy mit lehet, hogy vagy ma, és akkor az érvényes, de azt kérdezem, hogy reggeliztél ma, akkor az már nem jó. De természetesen hát... reggeliztem, egy nagyon finom tojásrántottát készítettem el ma reggel, sajttal is azt tettem meg, lehet rá válaszolni igen nélkül, ne szórakozzatok már gyerekek, de tényleg. Ez az, húzátok csak, húzátok az orjást, hátra rágyúl, húzátok a szobost, hát ha becigizik a szobost, hát ha előkerül a dugicigit. Hol van a dugicigi? Hova dugtad? Laci tartja nekem a izét. Hol van a baromság, gyerekek? Hát ne mondjuk már ezt, mi az, hogy eldöntendőké. Igen, reggeliztem, nem így kell válaszolni. Lehet rá másképp is. Most miért olyan ideges? Nem raktad fel az ánusz tapaszodat? Vagy mi van? Az ánusz nikotinjebben. Nem, fölrak lesúszott az ánusz nikotin tapaszodat. Nem, azon régi csipjeimet eltettem, és ilyenkor csak egyet föltolok. De jó, figyelj, nekem még van másfél tem, hogy rágyújtsuk, hogy minden ilyen lehetőségnek nagyon örülök, és igen, igazad van, drága hallgató. Én is azt gondolom, most hogy... Most felháborító, hogy Feri játszott. Felháborító. Én is. Húzzátok a colost, hát ha rágyújt a rohadt életbe. Hát nem akarok kopasz lenni, értsétek meg. Aki velem van, felbosszantja. Ennyi, nem kellett volna arcoskodni, tudod? Nem kellett volna ütni, vágni, azt gondoltad, hogy gyenge vagyok, nem tudom megcsinálni. Hogy úgy is kimenekülök ebből a vacakból, és tess. Minden szabad igaz. Abszolút így. És még most is ezt gondolod, de mégis megcsinálom. Igen, akkor annyit mondok neked, ulá-ulá! Jó, hogy szem ulá-ulá legyen veled az ulá-ulá. Az ulá-ulá legyen veletek karácsonykor majd, amikor ott álltok a falat. Az ulá-ulát kívánom. Kívánom nektek. Verpelészfő utcáján van egy trafi, azt mondja, hogy igen. Hát gyerekek, dobj egy 100-as bali. Igen, dobnom kell 100-as? Nem én. Tényleg? Mondtad, hogy a gyerekeket? Csak 500 eurós. Itt egy 500-as. Na, király. Tessék! Nem szeretem ezt az 500-as sztorit, mert egy hétig most erre fogsz hivatkozni. Úgy, én? Már Jani se dob a késésért, érted? Ne érezzétek, hogy én mentességet élvezek. Mire hivatkozom? Még van 200-am. Jaj, tudtam, hogy ez lesz. Tudtam. Lassan el kell egyébként döntenünk, hogy mire fordítjuk ezt a nem kis összeget, ami a malacban van. Tényleg? Csak mondom. Számoljuk meg, hogy mennyi. Most? Igen. Rázd ki belőle. Majd. Valamikor. Hagyj kirászom, ha jól esik. Jó. De igen, ez van benne. Van benne bőven már. Van benne bőven. Szerintem. Igen, mert az utóbbi időben egy kicsit olyan értelemben eleresztettük a dolgot, hogy nem dobálgatunk be ilyen 100-asokat, meg 200-asokat, hanem mindenki így hirtelen egy ilyen izélet, ilyen nem tudom, ilyen gentris vonalat kezdett a kép, és ez bedob ilyen 500-akat, meg 1000-eket. Na most én előre, ha esetleg nem dobtam a jaj gyerekekért, meg akkor még előre is dobok kicsit. Régen dobtam, most egy 500-asra szerintem én már jöttem, úgyhogy beraktam. Nagyon jó? Tisztességes összeg van benne. Ula-ula. Erre nincs válaszom, mert ez a mindent hívő kártya, ez a lolaté. Meg akarok tőletek valamit kérdezni, mert ilyen sokkal jobban értetek, mint én. Na, tehát nem. Amikor így kezded, akkor mindig tudjuk, hogy igen. Sarokba állunk, mindjárt szorulunk. Na? Be kell nektek valljak valamit töredelmesen. Elegem van a kukiból. Igen? Hogyhogy? Elég. Nem kérek több kukit. Elegem van. Nem akarsz kukit? Unom a kukit. Unom a kukit. De tényleg, nem kérek több kukit. Hát akkor ne akarja új műsort. Egy új műsor, egy új kuki. Ezek mások kukiai? Ez mindig más kuki. Más kukia. Én hűséges vagyok a kukihoz, nekem elég egy kuki, de mindig kapok új kukit, és nem kérek több kukit. Aha. Érted? És elmondom azt is, hogy miért nem. Kukik, ezek tolakodók. Mindig az arcomban nyomják a kukit. Ugye, az van, hogy mindig az arcomban nyomják. Érted? És meg kell tapiznod őket. És egészen közelről valaki mindig az arcomban nyom egy kukit. De és nem kérek több kukit. Tessék? De elfogadod? Nem, tudomásul veszed? És mindig elfogadom a kukit, mindig mondom, hogy értem, köszönöm, elfogadom a kukit, és utána újra az arcomban nyom valaki egy másik kukit. Nem akarok az arcomba több kukit. Hát emberek, karácsony van. Mégse lehet így. Hát ez karácsony van. Így van. Értsétek meg, hát miért kell az ember arcába kukit nyomni karácsonykor? Bármikor, bármilyen internetes oldalt megnyitok, nem tudom a ti okos telefonotokon most ez beindult-e a kuki üzem, a kuki nagy üzem. De most körülbelül egy hónapja mindig el kell fogadnom a kukit. Így van. És hát lassan már tényleg hajlok afelé, hogy elfogadjam a kukit. És már rámentem, hogy elfogadom, értem, kuki. És újra jó, kukit nyom az arcomba a telefonom. Oké, nem tudok mit tenni, így van. Akkor jöjjön, aminek jönnie kell. Miért kell? Karácsony előtt megindulnak a kukik? Vagy karácsony előtt több kuki van? Vagy kuki volt eddig is, csak eddig rejtett kukik voltak. Most be kell vallani, hogy neked kuki van. Azzal szakorvoshoz kell fordulni, ezt tudod. A rejtett kuki. A befelé kuki. A befelé kuki eddig is volt, csak most ugye kiteszik a kukikat. Az Origo, nézzek, az Origo, ez itt van. Tök igazad van amúgy. Használhatatlanná válnak az oldalak. A weboldalon kukikat használunk. Egyébként tökre örülök, hogy a weboldalon kukit használtok, de ne nyomjátok bele az arcomba. És bármikor bármit megnyitok... Kinek a telefonja, nem csodálkozom. Bármikor bármit megnyitok, jön a kuki. És csak azután tudok valamit csinálni, miután végre elfogadtam ezt a kukit, hogy az ne legyen ott a képernyőn, hogy el tudjam olvasni a cikket. És nem elég egyszer elfogadnod a kukit. Nem. Minden egyes interneten új kuki befogadónak kell lenni. Nem igaz, hogy egyébként ez a tetves telefon mindent le tud egyébként menteni, meg ezek az oldalak, amikre felmész, érted? Mindig kapsz mindenféle személyre szabott ajánlatokat, amik olyan információkból gazdálkodnak, amiket nem is adtál meg, vagy nem is akartál megadni. Ezeket mind el tudja menteni, az összes személyes adatodat, de azt, hogy elfogadtad, igen, azon az oldalon, amit naponta 50-szer látogatsz a kuki, most már kezdem én is magam felhúzni rajta, mert ténylegesen így van, akárhányszor felmegyek a kedvenc oldalamra, mindig előjön ez a tetves felirat. Jön a kuki, de régen nem jött el az összes kukit. De régen nem jött. Most te fölmész Origo, és azonnal megjelenik, hogy kukit helyeznek az oldalon. Na, hát és a Tyson Fury-tól hallottuk. A weboldalon kukikat használunk, hogy a legjobb felhasználó élmény, részletes leírás, vagy rendben. De én nagyon rendben. És ez mit jelent? Tehát ő figyeli az én böngészésemet, és akkor ő küld nekem különböző ajánlatokat. Tehát látja, hogy az a kuki, ez nem kuki. Hát ezek a sütik, nem? Akik figyelnek téged. Tehát a kuki az, amikor te fölmész utána a booking.com-ra, a bookingon megnézel egy országnak egy bizonyos szállodáját, és utána te ajánlatban azt például megkapod. Tehát figyeli, hogy te mit böngészel, ez a kuki lényege. És ha nem fogadom el, akkor mi van? Ha én nem vagyok kukista. Nincs az, hogy nem tudsz menekülni, mert érted, felteszi neked a kérdés az oldalt, hogy süti vagy kuki. Te azt mondtad, hogy süti, jó, de előtte egy kis kuki. Laci, mi a kuki pontosan? Nem tudom, ennyire pontosan. Nem tudod, te nem tudod. Mire jó a kuki, Laci? Autentikus. Nagyon gyenge viccus ezerőjünk, de most ezt komolyan kérdezem. Tehát, hogy maga a kuki mit csinál? Mondd el, Laci, nem mered elmondani, hogy mi van a kukival. Ez nem te gyerekek, vagy. Ez ennyire veszélyes dolog ez a kuki, hogy még a Laci is elfut. Nem, az, hogy mindenki hallott róla, mindenki látta, mindenki találkozott, hogy senki nem tudja elmondani, hogy mi is az hogy valójában. Mi a kuki? És miért kell nekem befogadni egy kukit? Azt mondja, hogy felismerik, ha a látogató már megadott felhasználóvezetési jelszót használ, mérik, hogy hány ember használja a szolgáltatást, adatokat elemez, néhány különleges szolgáltatás a fizetés működésének engedélyezésével, ami nem működhetne ezek nélkül, a kukik nélkül. Ha ő mellőzi a kuki használatát, tudnia kell, hogy a legtöbb funkció és az oldal nem fog az elvártaknak megfelelően működni. Aha. Na, de akkor miért figyelmeztet? Várjatok, igen, tehát a kuki eddig is volt, mert tudtál fizetni, egy csomó szolgáltatást igénybe tudtál venni, tehát kuki eddig is létezett. Most miért kell szólni? Ki mondta azt, hogy mától szóljál, hogy neked kukid van? Hívjuk fel kukit. Ugye? Hát mindenképpen. Komolyan mondom, kukit szerint, ha kuki tudja. Hívjuk fel kukit. Nem, akkor kuki. Van kuki telefonszámunk? Van. Hívjuk már fel kukit. Majd csörögjük rá. Miért csinálja ezt? Érted? Mert kukik eddig is voltak. Gyorsan, mielőtt a kis Anika a programigazgató megakadályozza. Így van, csörög. Nevet föl! Nevet föl! Csörögjünk rá, hát ha már ébren van, lehet, hogy éppen most valahol kerozint lopatsz, ezt náját. Gyakorló repülés. Ez magánszám, akkor jó az enyémről. Uha, várjál. Most versenyzünk egymással. Mi is a programigazgató, ki kérje előbb. Hívjuk fel Kukit. Ne nyilatkozz! Nem mondjak itt semmit. Cuki. Jaj, nekem nincs benne. Cuki? Ki az a Cuki? Kuki, ott van. Megvan a szám. De ki az a Cuki? Na? Remélem alszik. Persze, hogy alszik. 7:23-kor? Hát ne viccelj, hát persze, hogy alszik. Azt hittem, készül a műsor. Délután, nem? Nem tudom, nem hallgatom. Eddig jó. Ja. Már küldtem rá SMS-t. Kuki, vegyet. Van rögzítője? Komszi, komszám. Kuki alszik. Kuki még alszik. Hát a Kuki el tudná mondani, hogy mire jó a Kuki valójában. Na mindegy, nem, ezt meg akartam tőletek kérdezni, megőrülök ezektől. És ez kb. Egy-két hete van. Két hete van. Mit énekeltél? Ja, lesz. Egy régi francia indulót. Egy régi francia sanszont. Ezt nem mire Matthew. De ti is észrevettétek, Zső, te is? Ugye? Igen, rohadt érdekesítő. Mindent elárasztott a Kuki. És miért nem lehet egy nagy közös Kuki elfogadót csinálni? Egyszer megkérdezi a telefonod, egyszer a számítógépet. Akarsz Kukit? Akarok. De az országban az nem fog menni. Jó. De ha egyszer elfogadom mondjuk az Origon, akkor miért kérdezi? Ha megint megnyitod, miért kérdezi meg újra? Ez, mi ez megint föl a Kuki? Ez benne az iszonyatosan idegesítő, hogy újra és újra feljön az oldal, mint hogyha aznap már nem csináltad volna végig 5-ször ugyanezt a procedúrát. Ez milyen durva, mert figyelik azt, hogy mit böngészel, hogy milyen oldalakat nézel meg, és ez szerint küldik neked az ajánlatokat is, nem? Tehát tulajdonképpen a te internetes szokásaid alapján egy teljes profilképet meg tudnak rólad rajzolni. Hol vásárolsz, mit nézel az interneten, milyen ember vagy, milyen cikkeket olvasol, miután kutatsz, milyen kereső szavaid vannak. Felnyitja a mappámat. Hát a mappádat felnyitják, onnan ömlik majd minden, ömlik majd a szenny. Tehát, de tényleg így van, hogy mindent, ha akarnak mindent tudnak rólunk, nem? Mert az okos telefonodban benne van a te életed. Minden. A kereséseid, a böngészésed, a szavaid, a keresőszavaid, az internetes oldalak. Tehát tényleg meg tudnak rajzolni egy teljesen egyértelmű profilképet rólad, hogy ki vagy te valójában. Mutasd az okos telefonodat, megnézzük a kereséseidet, és nagyjából megvagy. Nem? De most akkor például az, hogy mennyit nézel olyan felnőtt tartalmat. Azt is. Még azon belül, hogy mire keresel rá. Hogy nem? Persze, úgyhogy nagyon vigyázzál. Tudják, de nem hiszik. Nagyon vigyázzál a Granny kategóriára. Nagyon. Nagyon kemény. Hát onnantól kezdve, hogy van egy legális felvállalt e-mail címed, onnantól kezdve te meg vagy. Vége. Ha van kérdésetek, szívesen válaszolok Kuki ügyben, Aleska küldte nekem. Hogy micsoda, onnantól kezdve, hogy? Tehát, hogy van egy legális felvállalt e-mail címed, amit tényleg te használsz beazonosíthatóan, és ez mondjuk kapcsolódik a telefonoddal, meg különböző szolgáltatásokkal igénybe veszel, meg oldalakkal, amiket látogatsz. Onnantól kezdve te meg vagy. Eljöhet az az idő, melyik filmben volt, mondjátok meg ti filmguruk, hogy ment az ember a metróban, és csak azokat a reklámokat... Nem, az egy kicsit későbbi film, szerintem azt láttam még, de ezt csak mesélték, hogy ment a metróban az ember, és csak olyan hirdetést látott, abban sem volt, mert ott még nem volt metró, és azt is láttam, ez egy újabb film volt, ami neki szólt. Amikor ment a metróban, és neki szólt a reklám? Igen, az a különvélemény. A különvélemény, na azaz. Zseniális volt. Na igen, ott már neked szól a reklám tulajdonképpen. Gyakorlatilag most ugyanezt történik, csak még a felület nem olyan, nyilván, de csak a telefonodon te például már azt kapod. Amit mondott. Pontosan, de ez szerintem ez egyfelől marhára pozitív, meg nagyon tetszik, meg nagyon szimpatikus, de ugyanakkor meg ijesztő, rettenetesen ijesztő. Igen. Gyerekek, mi történik Galambos Lajossal? Mondjátok meg nekem. Most ebben a pillanatban több rövid kis témánk van. Nem most az ajtó alatt. Tessék? A reggeli. Nem most ebben a pillanatban, hanem úgy egyébként most már hányadik dolgot keresik rajta. Elképesztő, ami vele kapcsolatban történik. Figyelitek a híreket? Ennek kell Lajos erősnek kell lenni. Hogy a magtár leégetésével kapcsolatban a föld alatti benzintartály és üzemanyagtartály a tó mélyén eldugott a római kori Hammurabi törvénykönyvének már minden maradványai után kutatva mindenét átnézik. Védett madarak tetemét találtuk a hátsó kertben. A lopott autók és a nem lopott autók, a biztosítási csalás, a régi római kori emlékek ellopása, mondom, a biztosítási csalás, amikor a magtár leégett, hát mi történik a Lajossal? Avarkori temetőre húzta fel a lakóparkot, de nem jelentette be előtte pedig. Valakinek nagyon a tyúk szemére lépett, nem? Nagyon. Valakinek nagyon a tyúk szemére léphetett. És ha valakinek Galambos Lajos a tyúk szemére lép, azért ott azért van. Az fáj. És most addig fognak ilyeneket földobni? Ember nem tud elkövetni. És most addig fognak ilyeneket földobni, amíg valamiben nem talál? Amíg valamiben nem talál. Mert ugye azt sose tudjuk, hogy betalálta bármelyik is. Tehát, hogy nem tudjuk, hogy most mi van az áramlopással, nem tudjuk, hogy mi van az elásott olajkincsel, nem tudjuk a tókutatással, mi van a magtárföldgyújtással, csak mindig azt hallod, hogy jön egy újabb. És akkor ő szegény meg ül benne a bőriben, és várja, hogy majd akkor, vagy az előzetesben, és várja, hogy valamelyik majd betalál. Már most már szerintem ő is azt mondja, hogy gyerekek, most már találjatok valamit, mert már itt ülök egy fél éve. Nem? Persze, persze, de majd akkor lesz valami ilyesmi, itt a leopárd pettyes hátú szövő molynak hogy hívják ját, a hálóját. Igen, a petéit pusztított el, és ezzel 3 milliárd forintos környezeti kárt okozott, stb. Tehát valami csak lesz. Ebben a történetben az a durva, hogyha régen valakinek tyúk szemére léptek, akkor felrobbantották az autódat 20 évvel ezelőtt, nem? Ha igaz, amit ő mond, hogy most valakinek a tyúk szemére lépett, akkor most már nem bántanak meg semmi, egyszerűen bevitettek. Tehát, hogy változott a dolog. Kultúráltabb lett? Hát azt nem tudom, hogy mennyire balkáni, vagy nem balkáni, vagy mennyire maffia jellegű ez az egész, de hogy régen ugye hát fölrobbantottak. Voltak ugye nagy robbantások, amikor minden héten valamelyik orosz, magyar, nem tudom, olajszőkítővel, gengszerrel történt valami. És nem mondom, hogy a Lajos egyébként bármelyikükhöz hasonlítana, vagy hasonló lenne, vagy gengszer lenne. Nem csak olyan fura kívülről nézni. Érdekes ezt így látva kívülről, hogy most ő azt mondja, hogy tudja, hogy kinek lépett a tyúk szemére, és kinek az érdekeltségét zavarta meg egy kicsit, vagy kinek az érdekkörébe lépett be nagy lábban, és most már nem az autódat robbantják föl, meg nem megfenyegetnek, meg megvernek, hanem egyszerűen csak elvisznek, és bent tartanak, amíg el nem felejtett, hogy hát ki is vitt téged be, meg mit is akart valójában, meg te mit szeretnél valójában. De addig is hétről hétre mindig valami új hír jön bele kapcsolatban. Hát feldurták a tabát is, igen. Ugye? Most nem tudom, hogy megtalálták egyébként azokat az egyébként. Nem, hiszem, hogy ez az, hogy nem, semmit nem találnak soha, vagy legalábbis ezt nem tudjuk. Nagy Igmándról származó romai körű töredékeket, tehát hogy ezt hogy kitalálta ki, meg hogy tehát volt ott kirándulni a Galambos család, és akkor utána volt egy rovancs, és hiányzott 3 kőtábla, ami 4 szomorú arcú római, hogy hívják. És folyamatosan azt mondta, hogy hosszabbítják meg az előzetes. Tehát ugye most már úgy, hogy karácsony esetleg kijöhet, nem karácsony, hanem január. A karácsony még mindig biztos, de nem tudjuk melyik. Meg most gondold el, hogy van vége egy ilyen sztorinak, ha egyszer csak azt mondod, hogy jó, akkor többet én nem lépek senki lábára. Előzetesben azt hiszem 3 év a maximum, amit eltölthetsz. 3 évig lehet előzetesben, ugyanaz az később beleszámít, nyilván ha kapsz, hogy 5 év letöltendőt, abból te 3-at előzetesben töltöttél, de mindig meg lehet hosszabbítani. És ha nem találnak semmit, de majd találnak, majd akkor börtönlázadás szít. Galambos Lajos az élére állt a cseppeli börtönlázadást szított, igen, a Kozma utcán, vagy az előzetesben. Soha nem kaptok el, fehér uralom, fehér uralom. Mint tudja, hogy... És ételezzük föl, hogy valakinek tényleg a tyúk szemére lépett. Akkor néha az illető meglátogatja, és Lajos, bocs, átgondolod ezt a dolgot, hogy visszalépsz-e ezen üzlettől, nem lépek, akkor megnézzük a magtáradat. Akkor... Érted? Egy hónapból valaki megint meglátogatja. Lajos, visszalépsz-e attól az üzlettől, amiben kicsit belenyúltál, belerondítottál, nem? Nem, akkor hasadóanyaggal szennyezett több köbméternyi termőföldet fogunk találni hátul. Igen. Lajos, még mindig nem lépek vissza. Lajos, akkor feltúrjuk a tavadat, és római kori táblákat keres. Aha, akkor a szeúzó kincsek felét is nálad fogjuk megtalálni. Néha az illető, akinek a lábára léped, vagy a tyúk szemére, bemegy hozzá, és azt mondja, na, Lajos, hogy gondolod te ezt? És Lajos azt mondja, rendben, akkor visszavonulok, és hagyom ezt az üzletet meg. Csak le egy pillanatra, hogy csak egy szék van, akkor te állj. De azt mondja Lajos, hogy oké, akkor visszavonulok. Nem kötöm meg ezt az üzletet, vagy nem nyúlok bele. És ezt kihiszi el? Tessék? És akkor erre azt mondja az az ember, hogy jó, akkor elhiszem, szabad. Elővesz a belső zseből egy ilyen A4-es összehajtogatott kis papírocskát, aláírja, és Lajos kijön. Ez érdekes dolog, nem? Mert is keveset tudunk az ügyről, de én követem. Hát meg hát izgalmas, tehát tényleg hétről hétre jönnek elő az újabb és újabb dolgok. Akkor te adtad el esetleg Attila a hármas koporsóját a méhnek. Na ez mit szól? Lassan tulajdonképpen itt tartunk. De nem lehet, hogy ez egy ilyen nagy Muzsika tévé, nóta tévé leszámolás? Ja, tehát ami most itt előttünk zajlik, ez egy nagyon nagy Muzsika és nóta tévé féle leszámolás. Tehát az egyiken van a Lajos, ugye nem tudom melyiken, mert mind a két csatornán mindig... Bulibáró versus Buli császám. Tehát mind a két csatornán mindig nagyon izzadnak, de mondjuk a Muzsika tévé volt a Lajos, és a nóta tévén ki van? És a kettő ugye nem egy. Bunyós Pittyú. Hol van, amit ír a hallgató? Hol van Attila? Házibulis Attila. Nem lehet, hogy itt egy ilyen házibulis Attila kontra Galambos Lajos féle leszámolás. Nem, olyan szerény ember, én mindig szoktam hallgatni, nézni, ő nem lenne erre képes. Nem? Nem, Attila sokkal szelidebb ember ennél. Tehát nincs egy ilyen csak egy maradhat Muzsika TV versus Nóta TV. Egy évig ment, hogy lófejeket talált Attila az ágyában, és levágott lófejekkel üzengettek egymásnak, majd ez lett a vége. Egy csatornán vannak egyébként? Nem. Ez már nagyon, ott már nagyon durva összefonódások. Az egy kibogozhatatlan sztori, az már. Szerintem jobb, hogyha nem is kapirgáljuk meg annak a felszínét, mert ez a lakodalmas világ, ez azért necces. Nem csak azért, mert most ez a háziból is... Ez vékony jég, öcsém, szerintem ezt hagyjuk, belekeveredhető. Nehogy az legyen, hogy aztán megtalálhat minket valahol egy szekérnek a hátsó felében hárvalány hajjal tele tömött szájjal. Hát azt nem egy petrenc és rúddal a seggembe. Igen, az egyik végért, a másikon megint. Nem, csak én szeretnétek most... Korbás zsírba fullasztva. Mondjuk a Ferit abban nem lehetne, mert felszívnál, mint a mélyedén. A kakas. A lábunkra között húlik a töltőbe, a Dunamedrében. Igen, Ferit így fullasztanál kolbászsírba. Nyomjátok bele a kolbászsírba a fejtelők. Szívvel begyem a sok sír, szívvel begyem. Nem bírunk vele. 100 liternél tart. De nem, mert mostában feltűnt, hogy a házibulis Attila nagyon csendben van. Ő mostanában nagyon csendben van. Valami nagy dobásra készült. Biztos aréna koncert. Nagyon csendben van a házibulis Attila, mióta Lajos bevitték. Csak ezért kérdezem. De mondom, tehát, hogy én... Szegény, egyébként sajnálom. És óvatosan ezekkel a körökkel, én azt mondom, én szerintem jobb, ha nem keveredünk bele. Érted? Én nem akarom kihúzni egy ufát egy csokis Tibinél. Csokis Tibinél, ugye. Meghallgatjuk Ákos legfrissebb híreit, jó? Közben mondjuk, hogy jelentkezni lehet már most játékunkra. Mit mond Dóra? Ez ugye a játék címe, és már csak 2 darabot tudtok választani. 2 témakörünk van, amiből még lehet választani. Hát minél később játsza ezt a játékot, az ember annál nehezebb, mert hogy van még egy híres emberünk és egy tárgyunk, amit ki tudtok választani. Úgyhogy jelentkezzetek a játékra, jó? Mi pedig jövünk Ákos idei után. 3:48 múlt pontosan 2 perccel, szép reggelt kívánom mindenkinek. Celdömölk, aranyhal autókereskedésnél fekete Suzuki Swiftből mérnek. Aranyhal autókereskedés? Ez a neve? Igen. Aranyhal autókereskedés. 3-at kíván. Igen. 3-at kívánhatsz, mondjuk az egyik a telitank benya. Aha, igen, ahogy hívják, a vezető oldali légzsák. És a vezető oldali, így. Meg is van mind a 3. Na, ez kemény. És ajándék rókafarok. A karácsonyra való tekintetel ezüst rókafarok. Hát jönnek az összeesküvés elméletek, azért érdekes dolgokat látunk az SMS falon, hogy vajon mi lehet a Lajcsi ügy mögött. Bizony, és szerintem azért melegapített. Tehát, hogy én azt mondom, hogy ezt a Muzsika tévén, Nóta tévén vonalat, ezt szerintem nagyon bolygassuk. Nagyon bajba keverjük magunkat szerintem. Találtál egy cikket? Igen, találtam egy 2013-as cikket, ami már előre jelezte ezt, hogy ott azért a két tévé elég erősen szembe megy egymással. És mit ír a cikk? Semmi. Nem akarod tudni. Nézettségi adatokat. Ja. Így van, hogy melyiknek a nagyobb a lefedettsége, ehhez képest a másik milyen, és hogy ebből akár még van egy komoly konfliktus is származhat. Szerintem ez nagyon melegpite, srácok. Saját egy családos embert vagyunk, érted. Én szeretném látni felnőni egy gyereket. Én nem piszkálnám ezt a dolgot. Jó, akkor ne is piszkáljuk. 22. kerület Nagyhitényi út, Bazsi másik melóhelyének aulájában nincs trafi, de a nevét viselő műsort ismétlik, ami nagy lelki traumát okozott, amikor beléptem. Mindent ismételnek. Mindent ismételnek. Baleset történt pár perc az M0-áson, a Nagy Duna hídon, Szeged felé a külső sávban, ez pedig Zsoldi küldte. Nekünk, mi pedig játszunk, már itt is van a játékosunk. Rosszalavi. Kéne feszünk a napni, mikor tájálak, hogy a verútkoca is. Szedd végig a... Mit mondok visszafelé? Találjátok ki! Visszafelé beszélünk. Ülész hevélet a szív. Sziasztok, Dóra vagyok. Írok nyahit. Ó! Egészségedre. Írok. Szervusztok, jó reggelt kívánok. Írok. Bori, hello Bori, jó reggelt. Igen, és nyahibból. Nyahibból? Ja. Igen. Nyahit. 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 Tihany. Így van. De jó, Isten, de szép helyen laksz. Jó reggel, sziasztok. Hello, Bori. Tihanyban élsz? Igen, már 47 éve sajnos. Igen, ment az idő, igen. Ja, a 47 a sajnos, nem a hely. Igen, én vagyok 47, azért sajnos. Ah, 47 vagy? Igen, hát letek. Az nem sok. Nem, nagyon jól érzem magam a bőrömbe. Na, mondjál nekünk létszés legalább 3 olyan dolgot, ami miatt érdemes télen is lemenni a Balatonhoz, hogy meggyőzzük Balást arról, hogy csináljunk egy közös programot végre a Balaton. Kevés a turista. Csend, nyugalom és nagyon-nagyon nagy vendégszeretet. Na, ez mind-mind nagyon jól hangzik. Ha befagy a belső tó, a korcsolyázás. Nem tudom még. Itt nincs olyan, amiért nem. Tehát nincs, nem tudnék olyat mondani. Amit... Milyen szép az a belső tó tényleg, amit mondasz, hogy ereszkedik ott le az ember, ott a Tihany hátsó részén, és ott van egy ilyen nagyon szép kis belső kis mini Balaton. Én még úgy kezdtem korcsolyázni, hogy ott ilyen, Feri biztos emlékszik rá, Civit nem biztos, ilyen rászerelhetős, bakancsra rászerelhetős korcsolyák volt. Hogyne volt, persze. Persze, én is nem emlékszem rá, mert ugyanolyan idős, mint én vagyok. Nem, nekünk is megvolt egyébként ilyen hogy oldalt, ilyen kulccsal kellett rászorítani. Kulcsot mindig elhagytuk. Igen. Így van, és aztán pedig a cipő talpát is egy idő után lekapta. Igen, mert bőrtalpú cipő volt, így van. Utána jöttek a műkorcsolyák, én nagyon-nagyon szeretek korcsolyázni. Remélem az idén lesz lehetőségünk, bár az utóbbi 10 évben egyre kevesebb. Sajnos. Enyhék a telek, nagyon igen. Na, figyelj ide, mondom, hogy mi a lehetőség, ami közül választhatsz. Van még tárgyunk, amit nem választhatok a játékosok, illetve híres ember. Híres ember, ezt a kettőt mondjál nekünk, Dóra, visszafelé. Híres ember legyen. Jó, 2-ször mutatjuk, ha esetleg nem ugrik be, utána viszont elkezdünk dolgokat kivenni az ajándékcsomagból. Jó? Jó, értem, oké. Na, figyelj, mehetünk? Igen. Elindult az óra, figyelj. Így szól. A kérdés, tehát mit mond Dóra? Abacs izelhaba. Abat? Még egyszer kérhetném? Hogy nem mutatom. Abacs izelhaba. Izelhaba. Abacs? Csaba, valamilyen Csaba. Még egyszer kérhetném? Jó, kivettük a bögrét, figyelj. Abacs izelhaba. Haba. Abacs. Ne csinálj, tehát izáhaba. Izelhaba. Izáhaba. Izáhaba. Haba. Abaházi Csaba! Hát így van, de lejárt az idő. Hát lejárt az idő, így van. Mindegy, azért megfejtettem. Így van. Abacs izáhaba. Abaházi Csaba. Jaj, hát. Ez lett volna, pedig nem volt nehéz, hát meg volt a Csaba. Igen. Csak a végén nem értettem el, vagy B, vagy... Tehát az zavart meg. Izáhaba. Ráadásul egészen tisztán mondta Dóra. Igen, Izáhaba. Abaházi Csaba, ez lett volna. Igen. Hát, de legalább a végére sikerült. Igen. A végére. Még ha nem is jár érte semmi. A végére összetetted, így van. Jól van. Mit csinálsz te ott Tihanyban ilyenkor? Dolgozom, már reggel hajnalba dolgozom, úgyhogy minden reggel hallgatlak fülesen keresztül, beletek, nagyon jó munkám van, se főnököm, se kollégám. Mit csinálsz? Én vállalkozó vagyok, egyébként szakács vagyok, Feri. De hát ugye itt a Balatonnál 3 hónap a szezon, aztán... Addig főzöl, és a maradék 9-ben pedig... Nem, most már nem főzök, mert 3 gyerek mellől a vendéglátást ugye abba kellett hagyni, mert az nem igazán volt összeegyeztethető a családdal. Takarítok. Egyébként most a művelődési házban vagyok, ami ugye egy nagy magtárépület, egy volt magtárépület. Most kint vagyok a teraszon, és ránézek a belső tóra, és minden nap más, és olyan gyönyörű látni a badacsonyi hegyet. De jó. Kiről van elnevezve a művelődési ház? Tihanyító Csabán? Nem, Németh László. Németh László. Nem nézem a barátok közt, szerintem abban van bent, ha jól tudom, ugye? Igen. Ó, ilyen művelt vagyok. Tihanyító Csaba. Nem, Németh Lászlóról van elnevezve. És akkor egyedül takarítgatsz ott szépen? Igen, csendesen. Nagyon. Na, szépen csendesen, reggel a fülembe vagytok 10-ig, utána meg rendezem a saját dolgaimat, úgyhogy... Akkor egyedül vagy, de mégsem vagy egyedül, itt vagyunk neked. Nem, egyáltalán nem. Sőt, úgy érzem, hogy jobb is, hogy így, hogy ti a fülembe vagytok, de különösebben nem zavar senki se. Na hát jó is ez. Jó is ez, jól van. Nagyon, nagyon. És még egyszer mondom, gyertek el Tihanyba ilyenkor télen, és szeretettel várunk benneteket, mert tényleg csodálatos. Ha tudunk, elmegyünk. Jó? Ősszel az őszi fák, télen a tél, tényleg nagyon szép nyugis. Én mindig úgy voltam, hogy nyáron, mire meguntam a nagy pörgést, és úgy tele lett vele a hócipőm, addigra jött a nyugi, és mire a nyugit untam meg, addigra megjött a pörgés, úgyhogy tényleg én mindig is visszavágytam ide. Én voltam Ausztriában, a hegyek között, gyönyörű, de ennél szebbet nem láttam, mint Tihany. Most komolyan mondom, mindjárt indulok, annyira megint a most állítsuk meg az adást, tedd be a Ganzerózis novemberén 8 perc, meg is járom oda-vissza. Szeretettel várunk bármikor. Tényleg nagyon, nagyon szép, és annyira ki is épült már, amennyire ugye lehetett, tehát nagyon, nagyon szép. Puszi, köszönjük szépen. Na, köszönöm, ciao. Szia. Fellendítettük a tihanyi idegenforgalmat és a tihanyi turizmust, igen. Nagyon, nagyon helyes volt, igen. Valaki kérdezi a megfejtést, hogy azt mondtátok híresen. Hát félrevezető volt. Gyerekek, hát Abaházi, az Urák Csaba, hasonló. Tehát kinek ez, kinek az, ki mit szeret. Ki ahogy szereti, úgy hívja a mi Csabinkat, nem? 4 perc a pontosan 8 óra. Gáborral folytatjuk, amit drága Gáborunk ebben az évben utoljára jön el hozzánk. És hoz egy csomó minden nekünk, megbeszél az ünnepi készülődésről, és... töltött káposzták, csicsokás halászlevek. De jól hangzik az. Gáborral folytatjuk Ákos hírei után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni. Elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után vagyunk, pontosan 10 perccel, hello minden Morning Show hallgatónak, itt vagyunk, folytatjuk a reggelt, és már csütörtök van, vagyis egy nap, itt a péntek, jön a hétvége, jövő héten még egy teljes hét, mi ugye szombaton nem vagyunk, és aztán már 3 nap is karácsony. Egy csonka hetecske, és ne felejtsük el, hogy retro nap lesz az utolsó adásunk. Retro nap, így van, december 23-án, retro nap egy kis klubslágerrel, egy-két klubslágerrel. Némi deep house-szal fűszerezve. Némi deep house-os, dances klubslágerek, és december 23-án retro nap. Valamint december 22-én ugye hát a fogadás, hajvágás, lezárása. Egyelőre úgy néz ki, hogy hajvágás, még valami isteni csoda segíthet, és Feri rágyújthat, egyre kevesebb az esély, napról napra fogynak a százalékok. Viszont még azért van másfél hét, úgyhogy ne temessük. Hát, ha történik valami. Van valami a tarsolyodban. Nincs, mindent előttünk, úgyhogy most már csak a reménykedés van hátra. December 22-én zárjuk majd a fogadást, és akkor derül ki, hogy Feri végérvényesen leszokott-e a cigarettáról, és le kell tolatni a hajamat egy centise, vagy Feri esetleg valamilyen csodából kifolyólag rágyújt, és akkor marad a haj, egyre kevesebb az esély erre. Nagyon jól fogsz úgy is kinézni. Ja, nem lesz más választás. Új arc. Ajándékozás mikor lesz? Karácsonyi ajándékozás? December 22-e lehet. 22-e? Lehet 22-e. Akkor csináljuk már, mondjuk az a baj, hogy akkor már nem sok ideje lesz annak, aki téged húzott, hogy mondjuk adott esetben olyan ajándékot vegyen, ami már passzol az új séróhoz. Hát előtte meg tudja venni. Hát miért nem kell aznap megvenni? Hát előtt. Na, hát ezzel már le is mondtál arról, hogy Feri esetleg. Erről egyébként már régóta lehet. Hát persze, hát ilyen fog. Hát de jó, azért legyünk őszinték, nem fog rágyújtani. Nem? Tehát ez már eldőlni látszik, szóval, hogy nagyon nagy. Pláne, ha ő húzott és sapkát vett. Remélem, hogy aki húzott, az sapkát vesz. Vagy hoz egy bográcsot, amit a fejemre fordíthatok. Ja. Tulajdonképpen nekem a bogrács és a bukós isak nagyjából ugyanaz. Na, M1 140-es kilométernél a felüljáróról mérik a határ felé haladókat. Nájdi Zoli küldte nekünk. Szentendrén a hívállomás melletti elágazónál nem működnek a lámpák a 11-es úton. Gyalogosként életveszély átjutni, Viki írta. Mentőautó vészvillogóval áll a Soroksárin befelé, csak egy sáv járható, puszi Marcsi. Tökölin baleset történt a Hungária kereszteződés előtt, az ugló felé vezető oldalon nagy a káosz, ez pedig Lányka küldte. Ceglédi körforgalom, 4 autó az árokban, mentőrendőr, ott van már káosz, hamarosan hatalmas dugó lesz, Laci küldte nekünk, aztán igen, torlódás is van már a ceglédi körforgalomnál, mindenki vigyázzon. Mindkét irányban kukkolás van az M7-esen, a 132-es kilométernél, ott is legyetek óvatosak. És nézem még, hogy van-e valami fontos. A budai alsórakpartot írjátok meg nekünk, hogy tényleg megnyitották-e már a Margit híd alatti részt, fel lehet-e kanyarodni az alsórakpartról, és javult-e egy kicsit a forgalom? Mert szerintem fél Buda már ezt várta, hogy legalább a fonódó villamost átadják, és ezáltal a Margit híd alatt újra fel lehessen fordulni a rakpartról. Nem kell ott a Lánchídnál szerencsétlenkedned ott át a Batthyány téren, hanem végigmehetsz egészen a Margit hídig. Azért nagyon jó kis dolog. Na, szombaton szolidaritásból nyomhatnátok egy kis best offot. Melyik szombaton? Most szombaton? De most munkahét lesz, vagy munkanap lesz, bocsánat. Szombat. Jó, elintézzük. Jó? Megpróbáljuk elintézni. Aha, én nem venném ki Árgyalán Kriszta kezéből a lehetőséget. Reggel 6-kor, hánykor kezd a Kriszta? Én sem, nem, a Kriszta nagyon... Reggel 6-kor kezd? Imádja a munkáját. Nyomjuk már egy best offot, beszéljük már meg, megérdemelni ez az ország, akik dolgoznak. De a Kriszta meg úgy szeret. Kriszta hány órától? 6-tól 10-ig? 6-tól, igen. Délig van. Gyerekek, mi vagyunk a hallgatókért, nem a hallgatók vannak értünk. Nem? Hát tegyük meg ezt nekik akkor. Kriszta kicsit később jön, kapnak egy morning show-t. Rengetegen dolgoznak egyébként most szombaton, most dolgozzuk le a 24-ét talán. Igen. Igen. De nem. Valamit le dolgozzuk. Mindegy. Valamit nem a 24-ét dolgozzuk le? Hát nem tudom. Azt le kell? Nem kell ledolgozni. De a 24-et le kell. Jó. Hát az még ugye hétköznap. Hát az elvileg munkanapnak számít, csak az előtte szombaton szoktuk ledolgozni, és aztán 24-én már az ország pihenhet. Aha. Jó, mindegy, valamit le kell dolgozni. Valamit le dolgozunk, így van. Kicsit félek, hogy... De akkor Krisztának kifizetik ezt a napot? Hát nem napi díjba van. Tudod, levonják tőle. Hallod, de MorningShow bestok volt elég a Krisztánból, bocs, ezért kevesebb egy kicsivel. Igen, itt levonják. Na, csütörtök van, az ebben az évben utoljára, gyerekek. Ebben az évben utoljára. Megérkezett hozzánk Bio Gabi. A háború elkezdődött. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki érted küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázssal. Gabi, hello! Jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok! Igazán nagyszerűt találkozunk. Hát csodálatos. Hát figyelj. Már ezért a mondatodért szeretlek. Igazán nagyszerű, hogy találkozunk. Hát ilyet ma már ember nem mond, csak Gabi. Mi újság van, Gábor? Köszönöm kérdésed. Hát ünnep közeledik, ugye, a karácsonyt szádra nevedd. Engedjük azt, elbeszéljünk, oly sok szép téma van. Miért ne beszélhetnénk a karácsonyról? De nyugodtan beszéljünk csak a karácsonyról. Mi nem akarja tőletek senki elvenni, már ne kezd már előre a paranoiádat. Senki nem akarja elvenni. Egyébként, ha hiszitek, ha nem. Azt eszel, amit akarsz. De vannak, akik más tesznek. Itt van megint Bio Gabi, mindjárt itt a Bio Kari. Adom, ugye? Ugye? Egyébként az emberek megpróbálnak egészségesebb ünnepi ételeket készíteni. Ebben mi is tudunk segíteni. Kedves csapatunk segít sokszor, és az emberek kérdezik, hogy lehetne zabliszttel, hajdinával, tehát különböző egészségesebb ételekkel. Most nem azt mondom, hogy váltsuk le a karácsonyi hagyományos menüket most azonnal. Tehát nem ez a cél, meg nem szeretném senki kedvét elvenni. De van egy jó pár olyan megoldás, amivel egészségesebbé tehetjük az amúgy hagyományos ételeket. Nálunk például várható egy dióval készített töltött káposzta. Dióval készített töltött káposzta? Igen, van, aki hajdinával készíti, van, aki dióval. És hoztam nektek most nyers tortát, Feri kóstolta, és úgy láttam az arcán, hogy nem volt ellenére. Meg is dicsértelek, nagyon jó volt. A gesztenye ugye egy jó étel, tehát ahhoz már mindegy, hogy mit tettél, az vitte. Finom, de tényleg finom volt. Igen, ahogy te dicsérsz, Feri, úgy nem dicsér senki. Körülbelül 10 másodperc kiment a Feri, és így megette a tortát, hát a gesztenyhez már bármit teszel, az már minden. Ráteszem valamit, már az is jó. Nem, hát ez megvan. Így ette meg a Feri egy másodperc alatt. Mellé fúj a szélbe. Valami mellé teszel, jó volt az, hogy te bioember. És csak az üres tányérhez, mint a cápa, amikor így rámar konkrétan. Feri, a dobozt ad vissza legalább. te! Jánusz arcú, te! Mondtam, hogy finom volt. Jánusz arcú, te! Mondtam, hogy finom volt. Gesztenyész bármit tesztek, ad már minden, hogy jó. Gesztenye vitt el, gesztenye ízű volt. Szerintem becsüljük meg, hogyha a Ferinek ízlik valami. Na, ugye? Na, abszolút. Ezt a hangot hallottátok. Nem, igen. Én nem így eszem, tehát hogy aranyos. Illetve konkrétan ez volt. Amikor a dobozért nyúltam, akkor még volt egy ilyen is, hogy ó, szegény hallgatóknak a kezedbe, mi? De hamis. Egyébként Balázsnak évvégére szerintem hasznos volna egy hajnövesztő diéta. Mindenképpen egy B-vitaminos, szelénes, valamint tehát hajdinás, csírás megoldást javasolni kétszer gyorsabban is. Szedek B-vitamint és szelén, és cinket is. Ezek mind jók, hajra, körömre. Igen, de egy jó hajdinás datojakrém, tehát mindenképpen valami hajdina. Értem a szójátékot. Hajdinás. Értem én, hajdina. Persze. Egyébként ilyenkor évvégén sokkal több ásványt eszünk, vasat, kálciumot, magnéziumot, B6 vitamint, ugye a beiglikkel is, meg egyebekkel, és ilyenkor minden gyorsabban növekszik tulajdonképpen, tehát és jobban is hízunk máskülönben, úgyhogy ezek hasznosak lesznek Balázsnak is. Tehát tényleg lesz valami ebből a hajvágásból? Hát nem, hogy lesz azt valami. Ez csak vicc? Nem. Hát ez komoly? Hát az ember megígér valamit, abba beleáll. Hát ez egy fogadás volt, Feri nem gyújt rá, akkor itt felberreg a borotva, kérem szépen. 22-én. Van, menni kell. Muszáj, hát az puhaság lenne ebből most már kiátrálni, hogy jaj, Feri, hát biztos rágyújtottál, csak nem tudunk róla, ebből bele kell állni. Egy férfi, egy úriember, az állja a fogadást. Hát kopasz leszek valószínűleg. Is, nem tessék? Hát akkor meg... Figyelj, fél év is visszanő, hamar elmegy. Nem? Hát? Egy év is ugyanúgy fogok kinézni, mint most, úgyhogy a hülyének is... A következő gáttálentet már megint így tudod vezetni. A hülyének is megérte, gyerekek, mindent a műsorért. Mindent a műsorért. Visszatérve, olvastam egy ilyen mozis idézőket tartalmazó gyűjteményben, azt hiszem, Teliszával ezt mondtam. Fél év is visszamegy. Aztán történt egy kis baleset, megfáztak a hajhagymái, teliszáválasznak, igen. Én még júliusban és sapkába fogok járni, hogy ne legyen semmi baj. Magyar Gábor? Ha szabad említést tenni a Mikulásról, képzeljétek el, hogy beosont valaki, és a csizmáinkba étcsokolád és zabos talérokat helyezett, úgyhogy megvolt a Mikulásunk, mert biztos... Nekem is elég van a csomagomban zabos talér. Elmerülhet. Tűzén haspolyában. Tehát csak az, hogy mi is időnként kirugunk a hámból, és vannak olyan napok, amikor azért megengedjük magunknak a luxust. Úgyhogy ilyenkor azért az a Mikulás, gondolom, ez felmerült a kedves hallgatókba, hogy nálunk csak mazsola volt, mondjuk magyaróval, vagy mi lehetett még. Tehát volt azért egy-két luxus cikk is. Tehát kirúgunk a hámból, és azt gondolom, hogy most elengedjük magunkat egy kicsit jobban az év végére. Tehát lesz reformbeigli, ha lehet, akkor inkább, ugye nyilván nem sok hozzáadott cukorral, de szerintem itt egy kicsit szénhidrátbő lesz a mi ünnepünk is. Fel kell készíteni a gyomrot egyébként, hogy fel lehet? Tehát például böjtöléssel, ugye, hagyomány szerint akár, vagy az ember csak egyen, és utána böjtöljön, illetve utána pihentesse a gyomrát, szerintem, hogy utána regenerálja. Illetve nem is jó szó az a koplalás, hanem kihagyni. Tehát például a karácsonyi nagyevések előtti időszakban ki lehet hagyni a vacsorát, tehát egy főétkezés ki lehetne hagyni, és csak arra vigyázzunk, hogy valaki elkezd mondjuk koplalni vagy böjtölni az ünnepi időszak előtt, akkor később ugye rá fog hízni egy kilót, ez egy jó effektus, rá fog hízni egy kilót, a szervezetet kiéheztetni, tehát nem jó. De egy-egy főétkezést elhagyni, ez mindenképpen hasznos. És szeretném mondani, hogy az ünnepekkor nem önmagában az a baj, hogy amit eszünk, mert ugye úgy tudom, hogy a pulyka, meg a káposztás ételek, nem tudom, hogy lesz-e ilyen, hogy bólé, gondolom, hogy lesz nálatok ilyesmi. Bólé, teke, kugli. Egyébként lesz fahéjas szegfűszeges. Ettől azért tudsz jobban. Csak mondom, hogy nem mindig az alkohol teszi az ilyen italokat, tehát nem ez a fontos, hanem egy szegfűszeges, fahéjas forralt almalé, és fantasztikusan fel tudja hevíteni a szervezetet, hiszen ott van benne a glükóz, a cukor, de nem feltétlenül kell az alkohol tartalom. Ó, Isten, azt a szilveszteri partit, hogy a haverokkal isszuk az almalevet, te! Nem, Feri, tehát itt a fahéjas, szegfűszeges forralt almalé. Laci, átmegyek, ha ez van nálatok, jó? Ha iszunk egy ilyet. Ez felpesdít. Jó, elhisszük. Aha, jó. Ez tényleg, ez hasznos. És mi van a tűzoltással utána? Tehát, hogy oké, nem figyeltünk oda a kis jó tanácsaidra, mégis túlzabáltuk magunkat rettenetesen. Ez simán benne van egyébként, szerintem 10-ből 9 magyar családnál ez azért előfordul, hogyha mondjuk jó kaják vannak tényleg az asztalon, hogy nem tudsz magadnak megállt parancsolni. Mi van utána? Hát egyrészt szerintem a rendszer a fontos, tehát az ünnepi időszakban a rendszer a fontos, hány óránként eszel, ne nassolj, a nassolás kiiktatása borzasztó fontos lenne. Gondolom a kérdésed arra is vonatkozik, hogy szétcsapatjuk-e a végén valamivel. Igen, ezt a szétcsapatás rész az érdekel a legjobban. Lecitinnel csapatjuk szét. Tehát készítünk egy lecitines italt, vagy magába az ételbe keverjük. Ugye lehet kapni ezt a kis tégelyes lecitint, ami emulziót hoz létre a gyomorban, és jobb a hatása, mint a vörösbornak. Ugye itt mindenki azt várná, hogy nyilván valami alkoholos italral a zsírt föloldjuk. De rossz híred van, nem oldódik a zsír alkoholban? De oldódik. Na, ugye? Csak itt ugye az a gond, hogy az ünnepek alatt valaki fölhív, hogy figyelj, ugorj már át, hadd beszélgessünk egy kicsit, beülsz az autóba, stb. Ugye ez a nehéz, hogy az alkoholfogyasztás egyéb hátrányai mellett, ugye az is hátránya, hogy nem ülhetsz utána autóba, és azért valljuk meg, az ünnepekkor az ember csak előfordul, hogy beül a kocsiba, és átugrik valahova, mert rég találkoztál a barátaiddal, rokonaiddal, és ugye ezért nagyon meg kell gondolni, hogy ki mikor mit fogyaszt, és ezért szoktunk ilyen kis emulgátorokat alkalmazni. Egyébként ez bizonyos tüzes víz, amiről beszéltünk korábban, ez a 4-5 komponensű hagymás, sokhagymás, tormás, gyömbéres valami, az is alkalmas lehet arra, hogy fölgyorsítja a gyomoremésztést, kis kanálnyit adunk ebből az anyagból. Nagyon jön, nekünk még mindig van belőle, mert akárhányszor iszok egy kanállal, mindig összecsomagolja a cuccaimat Móni, és kirakja az udvarra. Hát van egy illata. Igen, de hűtőben lezárva tárolva végül is annyira nagy problémát nem okoz. A helyi vérbőség, amit okoz a gyomorban, az hozza létre a gyomor emésztésnek a javulását, úgyhogy ilyeneket tudunk elképzelni. Máskülönben egy kis paradicsom sűrítmény mindig legyen otthon, és azt kortyolgatva az étel mellé, ez a bizonyos savhatás, amit a paradicsom sűrítmény létrehoz. Például a diós beigli mellé. Ez segíti a hatást. Hát nyilván itt a zsíros ételeket mondtam. Nem véletlen, hogy a gombás ételek mellé az olaszok miért mondják a paradicsomos önteteket, meg hát maga a pizzát. Ugye miért paradicsomos a pizza? Mert a gombát a gyomor ugye nehezebben emészti. A paradicsom sűrítménnyel adva viszont a gyomor csak egyszer termel rá savat, és nem többször, ezért nyilván húsos ételek mellé is a paradicsom szósz hasznos, mellesleg sárgarépa szószt is használnék. Sárgarépa szósz és paradicsom szósz. Azért ezt nehéz elképzelni, hogy az ember egy kis pohárkából azért így szürcsöli a töltött káposzta mellé. Egy kis sárgarépa, egy kis paradicsom, egy kis töltött, egy kis lecitin. De hozzáteszem, hogy friss bazsalikomot, tehát bármilyen fűszert teszünk a paradicsom szószba, azt megbolondítja, tehát nem egy üres sós sűrítményt képzelek el, hanem különböző fűszerezésekkel. Annyiféle jó fűszer van, és fűszeres szószokat adunk az ételek mellé, ez serkenti majd az emésztést. Az, hogy az ember szervezete téli álmot alszik, ez jelent valamit valójában? Igen, ilyenkor télen a szervezetünk átáll. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy az emberben is működik, helyesebben van, csak passzívan, a téli alvás gén. Tehát mi nem vackoljuk be magunkat sehova térre, hanem átáll a szervezet ugye a szénhidrát anyagcseréről a zsír anyagcserére. Lényegében arról van szó, hogy halmozni kezdjük a zsírszövetet. Ugyanúgy, ahogy a medvék vagy a sündisznók, tulajdonképpen ez a szervezetben bekapcsol, csak mi nem szenderedünk álomra. És érdekes kutatási program máskülönben, ezt képzeljétek el, hogy a NASA is bekapcsolódott az emberi téli alvás génnek a kutatásába, ugyanis az űrhajósokat le lehetne hibernálni. Ez egy hibernációs gén, vagy génekről van szó, nyilván erről nem tudnak a szakemberek túl sokat. Gondoljátok meg, hogy a háborúban megsérül egy katona, és azonnal valamilyen módszer le lehet őt hibernálni, a kórházig túléli a sérülést, és nem hal meg. Az űrben le lehet hibernálni az űrhajósokat, és nyilván nem arról beszélek, amikor egy főnöknek egy beosztott munkája nem megfelelő, és lehibernálja egy ilyen típusú kávéval, vagy valamilyen üdítővel a dolgozót, és akkor nincs szükség a munkájára. Tehát ez kihasználható, egyébként titkosítottak az információk, hogy hogyan lehet embereket hibernálni. Tehát ha hiszitek, ha nem, a Star Warsból ismert Han Solo effektus nem jéggel, hanem... Te ilyeneket ismersz, ezzel most azért így megleptél. Ez most egy ilyen nem várt. De bocsánat, nem várt. Kártya volt, amit előhúztál. De az egy szénfagyasztó volt, és kétséges volt a kísérletnek az eredménye. Így van, eredetileg Luke Skywalkert akarták, csak Han Solo volt ugye a kísérlet. Most nem menjünk bele, mert elindult a fantáziátok. Kapóra jött. Solo kapitány. Na jó, igen. Szóval vannak új dolgok is értek. Készítsék elő a fogyasztót. Luke-nak. De mi lesz, ha megsérül? Nem ezt ígérte? Kártalanítva lesz. Majd átadta Boba Fettnek, aki most már azt kínál vele, amit akarja. már lehetne ilyen hibernációs gémbe kapcsoló eszközöket is alkalmazni. Lényeg az, hogy működik, és ezért van az, hogy sokkal lassabbak vagyunk, szétszórtabbak vagyunk télen. A helyzet az, hogy nem kell megírni, ez nem betegség, mert nem kell falni rögtön a 10 g-os C-vitaminokat. Egyszerűen arról van szó, hogy az ember télen máshogy működik. Néhány kilót föl fogunk szedni, lassabban működünk. Azért ne felejtsük el, hogy a régi világban télen mit csináltak az emberek? Télen. Fáztak. Hmm. Ja. Gyerekek. Begyújtották. Szántottak. Ja, azt nem. Söpörtik a havat. Hát az asszonyok ugye szőttek, fontak, beszélgettek, ilyenkor volt a szociális együttlétek ideje, és lényegében ma az emberek végig dolgozzák majdnem az egész hideg évszakot, és ez nem egészséges a szervezetnek. Nyilván ezt most nem már mondjuk régóta, hogy ez a meló. Aha, ez minden nap beszélek a vezérigazgatóval, de egyelőre ez nem ment hát rajta, hogy árpikem. Rohadtul egészítettem ez a tél, a rohadt életben nem hiszed el, nézd rám. Ilyenkor egy 3-4 órás műszak volna szerencsés. Inkább a fonóba. Az ember kevesebbet keresne, de sokkal nyugodtabb volna a téli időszak, de most más világ van nyilván. Úgyhogy azt gondolom, hogy ne csodálkozzunk, mindenki lassabb, mindenki nehezebb felfogású ilyenkor, ne haragudjunk egymásra, és ilyenkor az ünnepek idején pedig mindenképpen ugye ápoljuk azokat a kapcsolatokat, amiket elhanyagoltunk. A lényeg, hogy ez a téli időszaknak az ideje és helye. Nem az, hogy túlmunka, meg egyebek. Úgyhogy ezeket az egyszerű közhelyeket tudom mondani, és szerintem ezek működnek régtől fogva. Na, egy kicsit hagyj pillancsunk be Gáborék konyhájába, hogy mégiscsak így nagyjából tudjátok-e már, hogy mi lesz, mi kerül az ünnepi asztalra. Kápráztass el bennünket, egy alternatív menüt szeretnénk hallani. Mentek-e betlehemezni? Hát mindenképpen valamilyen káposztás ételt, amit mondtam, ez a diós hajdinás töltött káposzta, ez abszolút működni fog. A szójában nem működik? Kókuszsírral csinálod, ugye? Igen, ha lehet, akkor hidegen sajtolt vagy extra szűz, tehát itt a jó minőségű kókuszolajokat tanácsoljuk. És különböző olyan csokoládé krémeket készítünk, amiket vagy érett avokádóból, vagy datójából. Édeszájú. Datója lekvárral készítjük, különböző, hát lehet kakaót hozzátenni, illetve mandulatejszín, kókusztejszín, tehát egy ilyen szószt készítünk. Szeretjük ilyenkor az édes krémeket, és valamilyen házi készítésű piskóta tésztára téve ezeket a reformkrémeket. Hát ilyen bountyhoz hasonló, vagy kókuszos krémek készülnek. Rendkívül finomak. Egyébként a mandula és a kókusz együtt vaníliával nagyon, nagyon ízletes krémeket hoz, és nem is kell hozzá tehéntej, vagy konkrét állati termék, hanem így állítjuk elő, datójával és kakaóval keverve pedig egy csokoládé áll elő, amit egyébként kóstoltatok is, ebben nem volt tej, nem volt semmi különösebb termék, hanem kókusz volt, mandula volt, datója volt, méz volt, ilyenekkel készült. Tudom, hogy ezek drágább árfekvésűek, de mégis ilyenkor ezt használjuk. Citromos sült tofu, zöldséges bazsalikomos pöleskörettel, ez hasznos lesz, nyers tortákat fogunk hát inkább rendelni, nem hiszem, hogy készíteni. Sült gesztenyemézzel, tehát mézes sült gesztenye és mézes sült dió. Ezek lesznek a csemegéink. És utána Cannibal Corpse-ot hallgatok hajnalig. igen, megadetes pólóba. Igen, obituári falfestéket fújtok. Házfalakra is elrohantok. És hoblokára írjátok zsilletengél, hogy sátán. Ez nem. Ajándékokat megvetted már? Volt már egy kis... bevásárlást? Nyakadba vetted a város? Hát megvannak az ötletek, de még nincs mindegyik megvásárolva. Kicsit közszolgálati. Kicsit Gaskó Balázsos. Na és nyakadba vetted már a várost, Gábor, hogy megledd a szeretteidetes? Nem, még kivárunk. Leértékelése, mint Jani, vagy mire vártunk? Hát meg kell nézni, az ember mindig úgy van ezzel, hogy hát ha talál jobbat, hát ha talál jobb ötletet, és megvettem valamit, akkor utána fáj a szívem, hogy miért nem a másikat vettem. Úgyhogy az ember egy kicsit jobban kivár ilyenkor. Egyébként nekem a téli szezon az új receptek ideje is máskülönben, úgyhogy ilyenkor előkapom a szakácskönyveket, és olyan új recepteket próbálok ki, amiket évközben nem tudok, tehát új ízeket próbálok ki. Mi lesz igaz, most az újdonság? Nem mindenki örül ennek otthon. Kérdezte őszinte érdeklődéssel. Igen. Majd 100-as skálán kéne. Pontozom az őszinteséget, hogy -3000-re tenném. Feri megriadt, hirtelen fölébredt, és így gyorsan kérdezett valaki. Így van. Az irónia méternek a mutatója kiakadt. Mégsem múlott el úgy 20 perc, hogy Feri nem szólal meg, hogy fölébredt. Mi lesz az újdonság? Bocsánat, kókuszolajat is én adtam a szájába. Az pont 20 perc volt. Nem volt az annyi, mert akkor még nem beszéltünk. Jó, hát megmondom őszintén, hogy most az érett avokádót próbálnám meg valamilyen krémnek elkészíteni, vélhetően agavé-sziruppal és valamilyen kókuszkrémmel, ezen még gondolkodom, de ezek az új fejlesztési ötleteim, az avokádóval, a kókusszal valamit működni, mert ezek a krémek működnek, hiszen a gyerekek, akik nem fogyasztanak, vagy mondjuk tejérzékenyek, szeretnének valami édeset enni, és sokszor kérdezik, hogy ha nem sósat, akkor milyen édes krémeket lehet készíteni, ami jó ízű. Hát én krémekkel fogok most próbálkozni. Édes krémekkel. Azt a mindenit. Egyébként, aki szeretne ma este eljönni, itt a fővárosban lesz egy kis klubunk, főzőklubunk, ez egy non-profit alapítványi működés, és el lehet jönni számos finom ételkészül reformszakácsokkal, tehát segítünk, ez egy 2-3 részes kis főzőklub. Úgyhogy lehet jönni. Ahogy becsempészte, mi? Kikupálódott az évek alatt, mi? Mikor már mindenki csukódik le a szemed, nem fel, akkor benyomja a klubot. Azt a mindenit. Nem, nem ez a cél, csak elképesztően, hogy levelet kapunk, hogy hol vagyunk, mint vagyunk, nem találnak. Nem jó, nincs igazán jó reklámunk, meg nem is foglalkozom igazán kiemelten ezzel, de pedig fontos, hogy megtalálnak minket az emberek, mert ugye a műsor hat, és akkor az emberek kérdezik, hogy igen ám, de hol vegyem, mit csináljak, hova menjek, hol tanulhatom meg, és a kis csapatunk ilyenkor segít. Mit reggeliztél, Gábor? Bevallom, hogy most én is nyers tortát ettem, ezt a kis kókuszos mandulás öntetet, illetve ezt az öntettel készült kis krémet, amiben ferítés titeket is megkínáltalak. Ez egyébként, ha megeszünk egy ilyen kis kockát, az egész délig kitart. Szerinted? És hoztam nektek nyers kenyeret is, máskülönben ezek szárított, házilag 39-40 fokon szárított kis maglisztes, őrölt sírákkal készült kenyérlapocskák. Ezek a nyers kenyerek, ezek nem olyanok, mint a gluténos sütött kenyerek, hanem ezek aktív kenyerek, úgy nevezzük ezeket. És almát fogyasztottam hozzá egyszerűen, és egy pici kis áfonyalekvárt azért. Na jó, azért az a helyzet, hogy ez hiányzott, mert ebben nyersztoltában nem volt lekvár, és ez muszáj volt. Gábor, ti miben tároljátok az áfonyalekvárt, mert ezt mindig bedobod, van otthon egy silótok valami. Silóban, igen. Mindig van a hűtőben. Nyissátok az áfonyalekvárt siló! Nyílik az áfonyal siló! Zárjátok a kettes kocsit! Jaj, te mindent elvicceltek. Egyébként tele van Székelyföld... Megint két ilyen barlangi troll tud, és elkezdik tolni. Tele van Székelyföld áfonyával, Magyarország sajnos nem, és máskülönben házilag is lehet befőzni áfonyát, fantasztikusan kis befőző házi berendezésekkel, és a főtt áfonya, amiben nincsen, tehát nem felfőzött lekvár, hanem az áfonya befőtt szoktunk kapni, vagy vásárolni, és áfonya befőttet is szoktam használni. Gábor, hát nagyon szépen köszönjük. Én köszönöm a lehetőséget. Az egész éves kitartó alázatos munkádat is. Hát én köszönöm nektek. Illetve óvaintem Ferit, hogy bevackolja magát téli államra egy kis kolbásszal a szalonnával valahova, és ott esetleg... Te csak ne incsél engem, drága szívem, Gábor, te csak ne incsél, mert nagyon sokan ugyanígy fogunk tenni karácsonykor. Gyönyörű ételekkel fogunk. Jó, de az a baj, csapassátok szét, lecit innen. Nem, az a baj, hogy írtam Ferinek egy e-mailt. Évente egyszer vagy kétszer hívjuk valahova a Ferit. Mert szeretnénk, hogy részt vegyen egy rendezvényen, ahol tényleg beszélne arról, hogy hogyan él, és az emberek erre kíváncsiak. És Feri azt válaszol, de láncon vezetnétek be olyan? Persze, és ez ilyen szájzárral. Hozzátok az óriát! És Feri azt válaszolta, hogy az éves vagy nem tudom szó szerint az éves kolbász fesztivál pont Valentin nap lesz, és több is van, de pont ott lesz, úgyhogy korábban is kikosarazott, akkor is egy nem tudom, egy jutottunk el idáig. Tegyél hozzá egy nullát, megváltozik a válasz. De nem jutottunk el idáig. Itt volt a baj. Itt volt a baj. Arról még nem beszéltünk, de mindig Kolbász Fesztivál miatt nem tud eljönni a rendezvényekre. Hát ha ilyen hülye helyre szervezitek, vagy időre, hát most mit csináljak? Ez be van ír, minden évben ott vagyunk, túrkeve, tudod? Az lesz a... Egy kicsit ellentétesnek érzem a profilotokat, tehát ez körülbelül olyan, nem egy szinkronúszó válogatott előadás, mondjuk Fekete Laci előadást tartana, nem? Tehát, hogy picit másabb, nem tudom, tehát más a profil. Nem így jelentkeztem. De azért mondom, hogy picit más, tehát a Feri ezen a rendezvényen egy előtte kép, nem? Maximum, tehát, hogy... Tehát nem tudom elképzelni, miről tudna előadni, tök más. Tehát az egészséges életmód, és a vega életmód, és a vegán életmód, hát Feri még egy tök más dolgot, ami legalább ugyanolyan fontos, és nagyon sokan élnek ugyanígy, azt képviseli, de hát szűk a keresztmetszet, ahol azért itt találkoztok. Figyelj, mondd meg, hogy miért lennék ott. Olvasom a kommenteket, és olvasom az e-maileket. A Feri A Ferinek az életvitel változásán az emberek megdöbbentek, emberek szoknak át egy új életvitelre, nem az alapján, amit én, vagy akár János vagy Balázs mondhatok, hanem Feri révén. Egyébként Feri, amit képvisel, az a minőségi termékek, úgy tudom, és ja, vicc mellett van egy ilyen nagyon fontos, komoly üzenete is a Ferinek, amit szerintem a hallgatók pontosan éreznek és értenek, a minőségi termékek. Tehát ő sem hisz a gyenge termékekben és a gyenge minőségben. És amióta ez a dohányzás leszokás megtörtént, én azt látom, hogy az emberek meg vannak döbbenve, és azt mondják, ha neki sikerül, nekem is sikerülni fog. Legalábbis december 22-én. Hát azért abban még ott lehet egy csavar, hogy 22-én nem fér rágyújt egy akkora, egy rakétára ítélhet, hogy megszólal a tűzriasztó. De a Feri pontosan tudja, hogy az emberek iránti felelősség miatt, és azt hiszem ezt mondta is valamelyik nap, hogy ez nem ilyen egyszerű, ez nem így működik. Csak mondom, hogy egyébként a fűtők tegnap találtak lent a pincébe egy dohánnyal teletöltött kályhacsövet, érted? És valaki félretette, lehet, hogy az arra készül 22-ére. Szerintem ez rendkívüli dolog, ami történik, mert visszahat. Egyébként rám is visszahatott a Feri abszolút, úgyhogy... Azóta se gyújtott ágam. Nem ilyen szempontból, hanem van egy borzasztó jó motiváló ereje ennek. Borzasztó jó. Nem csak a dohányzás, hanem minden függőséggel kapcsolatban. Úgyhogy ettés után egy kis áfonya legvártam. Hát, ha te is lejössz a karobról, mi? És a hajdináról, a csicsokaszirupról. Gábor, jövőre folytatjuk. Én köszönöm a lehetőséget. Vigyázz magadra. Kellemes ünnepeket nektek, majd szervusztok. Remélem, a hentesek nem tesznek el lábalól két ünnep között, és tudjuk folytatni. A hentesek szakszervezete nem robbantja föl az autódat, és tudjuk folytatni jövőre. 3-4-9 lesz pontosan, 6 perc múlva jövünk Ákos hírei után. Ha jó gombot nyomnék, még hangom is lenne. 8 perc pontosan, 9 óra. Jó reggelt kívánunk. Minden Morning Show hallgatónak itt vagyunk. Egy brutális lenikre. De jó, kis szám ez. De jó kis szám, és milyen új. A 8-as út Somló-Jenőkint vannak. A Papucsok Körmend irányába mérik. A súlytkamionos Robi küldte nekünk, vigyázzon mindenki. M35-ösen Budapest felé a Pródi pihenőnél szintén van egy trafi. Aztán azt nézem, hogy Budai alsó rakpart Mozaik utcától Budafoki útig 1 óra. Te jó Isten, Péter küldte nekünk. Győr pápa felé vezető kivezető úton M1-es felüljáró előtt trafifehér autóból Zsozsó üzente nekünk, valamint a Rákóczi híd közepén egy postaautó lerobbant Buda felé, meghalt a környék. Ákos, köszönjük szépen. Nyíregyháza baleset hatóságmentes Budapestig, ez az M3-ason van, Suhanz küldte nekünk, köszönjük szépen. Gödrében van egy trafi, a 66-os úton egészség Gödre, írta még nekünk a hallgató, jaj. És a Könyves Kálmán Kuhirút a Rákóczi híd felébe van állva. Ennek az oka így van, amit az előbb mondtam, hogy hát igen, van egy kis baleset. Illetve pontosabban nem is baleset, egy lerobbant autó a Rákóczi hídon, a Lágymányos hídon, és emiatt Budafelé egy picit nehezebben lehet haladni. Na, mutatjuk a beugrót, jó, a 3-as ugrással, mert hogy játékunk következik, ugye a következő órában, és van mindig egy beugrón, 2 darab előadót, vagy 2 darab dal címet kell kitalálni, úgyhogy figyeljen mindenki. Ez a beugró a 3-as ugráshoz. Na, mutatom. Ez az! Bárki csinálta, gyerekek! Egy hónap után elkaptuk, hogy miről szól ez a játék. Ja, már leadtad? Igen, ez volt nagyon jó. Végre egy kicsit szigorúbbak vagyunk, nem 16 másodpercet adunk le egy dalból, mert fülelni kell. Tegnap kimentél, visszajöttél, megetted a kis teácskádat, és még mindig szóltak a részletek. Ki csinálta ezt? Te voltál, Zsűr? Nem te voltál. Viktor. Mondtam volna, hogy adj egy puszit a saját kezednek, de akkor Viktort megdicsérjük. Annak, amit csak szép dolgokra használsz, tudod, Zsűr? Igen. El is felejtettem, illetve itt hallottunk, annyira rövid volt. Annyira, nekem fel se tűnt. Ez a beszéd. Na, ez jó volt. Jó van. Drága hallgatók, tehát 2 darab előadó, jó, vagy 2 darab dalcím. Ha szeretnétek 3-as ugrást játszani velünk, nyerni szép ajándékcsomagot, akkor küldjetek el, hogy mit hallottunk. Jött még egy friss közlekedési hír, trafi van a 37-esen, Tolcsvánál, ezt Petya küldte nekünk, úgyhogy ott is vigyázom mindenki, mi pedig jövünk Ákos után. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt pontosan 10 perccel. Szép reggelt kívánunk. De jó volt ez az új huligánz. Mindenkinek. Itt vagyunk, így van. Ócsai úton van egy trapping, az M0-ás felé haladva mindenki. Vigyázzon, valamint megindult a forgalom a Rákóczi hídon, úgyhogy aki az elkerülőn gondolkozott, vagy azon, hogy merre menjen, ne tegye tovább, mert hogy hát már lehet haladni. Minden rendben. Na, rázd a hajad balé, amíg lehet, Kazi. Hát már nem sokáig. Ez a Feri múlik. Kazi írta nekünk, köszönjük. Most már rövidhajú rockerek is divatosak. Persze, gyerekek. Már mindenki ledúratott. Nincs ezzel baj. Metallikának sincs már hosszú haja. Sehol. Hosszú. Körknek, igen. Hosszú évek óta kacérkodtam én ezzel a gondolattal, hogy de jó lenne egyszer ezt megnézni. Csak sose voltam, gyáva voltam, nem volt hozzá bátorságom, puha voltam, és kellett egy ilyen indok. Erre dobtál egy ilyen magas labdát a Ferinek, hogy persze, úgy is tudtad, hogy megcsinálja. Nem, azt nem tudtam, nem. Azt továbbra is álltam, hogy én azt hittem, hogy rá fog gyújtani. Tehát én nem azért dobtam be, mert hogy letolatom, akartam, nem. Én azért abban nagyon bíztam, hogy ő rágyújt, de volt bennem egy ilyen kíváncsiság, amit én magamtól soha nem tettem volna meg, hogy kopasztatolatom a hajam, kellett hozzá Feri, mert így a jó és a másik jó küzdött egymással, és végül is hozzásegítettél kicsit ehhez, hogy lezogál a dohányzásról, mert minden nap, amikor rágyújtottál volna egy szácigarettára, eszedbe jutott, hogy dúbal ide hülye fogsz kinézni rövid hajjal, és akkor mondtad, hogy nem, te cigaretta, nem érsz annyit. Inkább leteszlek. Nagyon és. Nagyon és. Jól fogsz színézni, jól mutatsz majd nagyon. Hát ebbe azért ne legyél annyira biztos. Tehát ez ilyen szembe típusú... jön velem majd a körúton a félkész halálcsillag, egy hatalmas nagy búrában. Ilyen típusú fejforma soha nem néz ki jól kopaszon. Nem véletlen nem vágattam eddig soha kopaszra. Tehát vannak fejformák, amiknek nem áll jól. Az enyém az. Úgyhogy ebben ne legyél biztos. A kicsit felnyírt, sportos rövid haj, az jól áll neked. Hát csak a sportos rövid, csak ez nem így van. Csak ez viszont valami egész más lesz. Mert hogy ez 1 cm is lesz ráadásul mindenhol. Tehát a sportos rövid, az ő egy kicsit hosszabb oldal, az elnyírod, tehát van egy fazonya. De amikor ilyen búraszerűen 1 cm így mindenhol belevágsz, lesz nagy mulatás. Ki nyíri a hajat? Ki lesz az a szerencsét? Kezdhetem én? Figyelj! A leszokónak jár az első vágás. És átállítanád, tudod, ilyen nullással. Zsillepengével. Te hülye állat, belevágtál egy nullással, tudod. És akkor már mindenhol nullásra kell. Hogy kell ezt beállítani? Még most kérdezed. Már felejtlátom. Aki egy ilyen komoly szenvedéllyel számolt le, annak jár az első vágás. De jó. És utána jöhet a Jani is? Bárki belevághat. Hát, akkor már mindegy. Vagy hívunk valami ízét, valami rendes ember. Most örülnék, ha valami profi lenne. Az interneten láttam egy fickot, aki katonákkal vágja a hajat. Katonákkal? De miért kellene akkor a katonák? És hány katona? 2 volt a kezében, úgy láttam. És konkrétan szamuráj kardokkal vágja a hajat. Én azt azért megnézném. Picit hosszabb hajakat vág, mint amilyen Balinak van, de szerintem elég pontosan bánik velük. És a múltkor meg egy olyat néztünk, aki tűzzel. Emlékszel, hogy tűzzel vágta a hajat? Az is jó, a tűzzel. Na? Öngyújtóval, vagy ezzel a izével rápidítós sárkány. De előtte tegyünk rá ilyen brikettgyújtót, vagy valamit. Tehát ilyen tűzfolyadékot, valamit öntsünk rá mindenféleképpen. Meg jöjjön kiforgatni a Gattalent, hogy betét számnak. Lehet, hogy az egyik legizgalmasabb produkció lennék. Mindenki izélgott, kapkodnának, hogy megnyomhassák az aranygombot. A következőben is ott legyél, de akkor már mivel? Történik valami! Végre, Istenem, nem csak ruhát cserélnek a csajok. Nyomjatok gombon, nyomjatok, ég a Bali haja. Meglátjuk. Nagyon. Izgulsz, mi? Kisebbnek tűnik az ember feje, rövidebb haja, nagy fejjel, vagy nem, így nem. Kisebb a fejed, hogy nagy a fejed, de több a hajad. Így, vagy rövid hajjal, kevesebb hajjal, de mégis rövidebbvel nagyobbnak tűnik. Nem ugyanis viszonyítasz most a nagy hajadhoz, a fejed kisebb. Mert sok a haj, nagy a haj, hosszú a haj. Ha lerövidíted a hajat, akkor fog igazán kiugrani, hogy mi van alatta. Igen. Tehát a rövid haj nagyobbítani fog. Tehát még nagyobb lesz. Te is nagyon jól tudod, hogy a trimmelés az optikai tuning. Mit gondolsz? Hát ez a végső mencsváram 20 éve. Minden nap állok az uganyalat. Trimmelek, mint az állat, mert egyébként semmit nem látok belőle. Rágyújtasz majd 22-én? Amikor vágjuk a hajat rá. Hát persze, hogy rá. Hát egyszer, ha beledöglök, ha itt leszek rosszul, ha összerókázom a stúdióasztalt, ha a Jani ölébe hányok, akkor is. Nem kell erőltetni ezt a dolgot, ha nem muszáj. Készüljünk? Hát persze. Egy szállat elpippantasz? Csak lesz nálunk, Laci, valami, nem? Hát most a Laci épp melyik? A bipolári szakaszának melyik szakaszában van? A leszokom és nem dohányzom. Kövér vagyok, ezért nem eszem, de dohányzom. Nem dohányzom, viszont eszem. Most ha nem dohányzom, nem eszem. Hát végig is két hét van karácsonyig, úgyhogy eddig megéri fogyókúrázni, Laci. Hogy már nem tudja, hogy mire szedje a tabit. Hogy most arra szeded, hogy ne dohányoz, vagy hogy nehéz. Konkrétan dílerek százai élnek belőled, Laci, mert te amit nyomsz, érted? Nem cserélnék se a lépeddel, se a májaddal, se a veséddel. Kirakhatnák már a beleír, hogy tiszai vagy. Elképesztő. Örök probléma, igen, Laci, ami szerkesztőjük, aki folyamatosan a dohányzással és a súlyával küzd. És igen. És néha az egyik elvesztésről, néha meg a másik. Nem, mindig Laci. Én értem. Mindig Laci. Na, csak egy mondat az Eurovízióról, hogy ma van a meghallgatás. Úgyhogy ma elvileg állítólag a zsűri elé kerül a Hunadal című remekbe szabott kis dalocskánk. És hát akarunk-e valamit mondani a zsűrinek, kérni őket, üzenni, és felhívni a figyelmet a dalra, vagy elég az, hogy játszottuk, itt van. Szeretjük-e az ország szeretés, szeressétek ti is, drága zsűri. Aha. Hát, hogy... Nem tudom, azon, hogyha bármit mondasz, az nem olyan, hogy egy kicsit... De. Ugye? Az olyan, mintha próbálnád őket... Igen. Nyomasztani. Ja. De nem. Akkor mondjuk tényeket. 261.786. Eddig ennyi ember nézte meg az interneten a Polgárpet és a Hungary Cool Hunadal című dalát, de hasonlítsátok össze az összes többivel. Bizony. Amik szintén nagyon jók. Nagyon korrektek, nagyon kulturáltak, nagyon intelligensek, nagyon jók, nagyon ízlésesek, de hát egy kicsit a zsűri, ha kimozogna a komfortzónájából, az jó lenne. Tehát tényleg. Már németek is rájöttek, hogy nem kell mindig valami nagyívű produkciót küldeni. Náluk ugye Stefán Ráb elment például, aki híres német műsorvezető, barom jó. Ő zenél, énekel, gitározik, és ő is csinált egy dalt, és ő indult a németeknél az Eurovíziós dalfesztiválon. Kiküldték a Stefán Rábot, hogy akkor menjen ő. És igen. Szóval, hogy ezen kellene kicsit elgondolkodni. Hogyha nem vagyunk benne, akkor a dallal van bajuk, vagy velünk? Is. A dallal. Dal, ugye? Is. Igen, János mondta ki a kulcsot is. Nem, én szerintem nincs velünk baj, meg nincs a dallal baj. A gondolkodással lehet. Hogy ne nyúljunk semmihez, ami újszerű, ami kicsit bátrabb, ami kicsit más, ami kicsit fiatalosabb, hanem azon sémák alapján válasszunk, ahogy választottunk. Tudjuk nagyjából, kik vannak a zsűriben, én ismerem a gondolkodásukat. Tehát ha lehet, akkor ez lehet. Ez lehet a baj. Van új tag a korábbiakhoz képest? Most igen. Igen. Ki? Hát most nem mondhatja. Nem mondhatok el mindennek. Ja, az is ezt mondjuk. Nem publikus. Úgyhogy én se tudom. Kérdeznek, hogy tudom-e? Tudod egyébként, hogy ki? Nem. Fia, akkor cipzár a szádra. Ha megcsikizünk? Náruld el senkinek a titkot. Akkor sem. Ha megcsikiztek, sem mondom el. A Piero benne van? Ja, nem mondhatod el. Nem mondhatom el, igen. Jó. Abszolút, benne van. De más nem mondhatok el. Benne van még Lakattékáról is. Hogy jutott eszedbe? Lakattékáról, Jusz László. És kérlek, ki lehet még vajon? Igen. Gyárfás Tavás és Piero. Tehát, hogy... És a humort pedig Sas József képvisel. Igen. Főre lépni íhos. Jó? Ennyit szeretnék hozzáfűzni a dologhoz. Akkor bekerülünk. Úgyhogy hát meglátjuk. Meglátjuk, holnap már okosabbak leszünk. Na, egy rövid téma még belefér, így 9 óra után, mert 9 óra után már inkább kisebb dolgokról szoktunk beszélgetni. 7 és 8 között ugye témázgatunk. Bár ma sok ilyen apró volt, ma nem voltak nagy témáink, leszámítva Gábor. Most ez a kisebb téma, hogy arról beszélünk, hogy kisebb vagy hosszabb témákról beszélünk, persze, a 9 után? Persze, jönnek a nap legjobb pillanatai, ez volt a kisebb téma. Másfél perces időzés. Nem, vannak napok, amikor úgy, tudod, amikor úgy csinálod, úgy ott vagy, úgy mész, de valahogy a bögre kiesik a kezedből, a WC papír rajta marad a sarkadon, nem találod a kocsikulcsodat, megbüntet az ellenőr, összeveszel a gyerekeddel. Tehát ez neked tegnap volt. Melyik? A kocsikulcs. Azt nem tudom, akkor budipapír rajta maradt a sarkamon. Ezt imádtam. Ezt imádtam azért, hogy fél órán keresztül kerested, aztán kiderült, hogy a zsebedben van. Ez azért volt, mert a zsebem kiukadt, és a kabát belsőbe beesett a kocsikulcs. És én benyúltam a zsebembe, de ott nem találtam a stúszkulcsot, és a zsebem aljától a kabát aljáig még van egy kb. 30 cm, ez egy hosszú kabát. És kiukadt, és a lyukon beleesett a kabát délésébe. És én lenyúltam reflexzerűen, hogy hol a kulcs, de nem volt, de ott volt a kabátban, csak már hátra csúszott. Ja, hát azért nem biztos, hogy megtalálod. És mire megtaláltad a kocsikulcsot, már találtál 3 régi iPhone-t. Ezeket is azt is aztán elveszteszem. 2 Amigát, egy Commodore 64-et és egy új Macintost. Nem, azt akartam mondani, hogy vannak napok, amikor kicsit ugye bármit megteszel, hogy a napod jól legyen, nincs meg a ritmus. Ilyen mindenkinek van szerintem, amikor úgy minden nehezebben jön össze. És én is megyek előre, tolom, mondom, csinálom, próbálom a témát konferálni, de nehezebben megy. Hát úszom el, ma egész nap csak úszom. Akkor a kis témánk most a nehéz napok volt? Így van, ez volt. Nem, magyar lángosról áradoznak egy újabb távoli földrészen, gyerekek. Hát legyünk rájuk büszkék. És az ember, ugye mindig egy... Na, hát erről beszélünk. De jó, már figyelünk. Az ember mindig volt egy majdnem konfszerű, felkonferálás-szerű képződmény, ami kicsúszott be. Ment, elindult, berúgtuk az autót, de elakadt és visszagurult. Szóval azt akartam mondani, hogy az ember ugye mindig egy picit szomorú, amikor azt mondja, hogy hány százezer magyar van külföldön, és milyen jó lenne ők. Itthon boldogulnának, itthon adóznának, és egyszerűen nem lennének abban a nehéz helyzetben, hogy veszik a sátorfájukat és elmennek. Hát hány ilyen hallgatónk van nekünk is, aki Svájctól kezdve Anglián keresztül hallgat bennünket, és azt mondja, hogy nincs itt lehetősége boldogulni, viszont kint megtalálta. És van most egy ilyen magyar pár, akik egészen Ausztráliáig mentek, hogy hírét vigyék a nagyon híres és népszerű magyar lángosnak, ami egyébként itthon híres és népszerű. Így van. Igen. És egyfajta kamikáze akcióval egy street food kocsit csináltak, és az ausztráliai Perthben járják ezzel a street food autóval a várost és lángost, valamint dödöllét készítenek. Dödöllét csinálnak. Hogy fordít? Mondjuk a lángos se tud nagyon fordítani. Hát... igen, nem nagyon tudod, ha autentikus magyar street foodnak fordítják, nem tudom, hogy van-e különösebb neve. És állítólag óriási siker. Hagyományos magyar házias ételeket kínálnak, 9 ausztrál dollárért adják a lángost, a dödöllet 10 dollár. Van magyar hotdog? Hát az kérdés, hogy mennyire magyar. Ugye azért az nem annyira magyar. Van egy magyar verzió belőle most, de ugye kolbásszal van csinálva, de maga a hotdog alak, az nem a miénk. És ugye júliusban már volt a New York Times-nak egy cikke, amikor is bemutatták a lángos trakkot, és mi talán beszéltünk is Zsolttal, aki ugye elmondta, hogy New Yorkban lángost árul egy lakókocsiból. És általában imádták az amerikaiak. Nagyon szeretik, többféle ízesítés van, amin kicsit megdöbbentünk, hogy van nutellás lángos is. Nutellás lángos, így van. Szeretik ugye Amerikában az édeset, úgyhogy megy. Lehet, hogy az ausztráloknál is van valami különleges ízesítésű lángos. Mennyi az ausztrál dollár? Most nézem ebben a pillanatban egyébként, 206 forint. Tehát 1800-2000 forintnak megfelelő összegért árulják, így van. És óriási siker, és ez mindig olyan jó dolog, olyan klassz dolog, nem? Amikor így valaki azt mondja, hogy vegyünk egy nagy levegőt, adjuk fel az itteni munkánkat, menjünk és süssünk lángos, lesz, ami lesz. Nem? Igen. Nagyon jó, igen. Nagyon jó. Meg ráadásul nem az van, hogy egy picit elfelejtjük, hogy honnan jöttünk, picit szégyeljük, hogy honnan jöttünk, picit mások akarunk lenni, hanem valami olyan jellegzetesen magyart kínálunk az embereknek, ami egy kicsit így öregít az országnak a hírnevét is. Meg egy picit megismertet minket, magyarokat is más emberekkel, meg más nációkkal. Nekem ez nagyon szimpi. Igen. Itt van Péter. Perthben van éppen, és most fejezte be a krumpli bucolást. A délután fél 5 van. Hello Péter, jó reggelt kívánunk, ciao. Sziasztok, és üdvözlöm a rádió hallgatókat. Szia. Hello. Éppen most fejezted be a krumpli bucolást, tényleg? Éppen, olyannyira most fejeztem be a krumpli bucolást, hogy 5 perc raktam le a kést, és most már bennülünk a kocsiban, és megyünk a belváros felé, ahol hamarosan árulni fogunk. Na hát rögtön beszélünk erről is, de kicsit az elejéről indítsuk ezt a történetet, hogy mióta vagytok kint, ki találta ki, hogy pont Ausztráliában menjetek. Egyáltalán volt-e bármilyen tapasztalatotok lángos sütés terén? Hát akkor válaszolok az elsőre. Először turistaként voltunk Ausztráliában 4 évvel ezelőtt, és akkor fogalmazódott meg bennünk az ötlet, hogy kijövünk. Aztán hát 2 évet vártunk az vízumra, Úgyhogy nagyjából 2,5 éve vagyunk itt kint Tördben. Azóta vendéglátásban dolgozunk, előtte is otthon dolgoztam én szállodában, egy vendéglátóipari főiskolát végeztem, úgyhogy nem minden nap sütöttem lángos, de nagyjából azért tudtam, hogy mit csinálok. És akkor fogalmazódott meg bennem igazából, hogy itt kéne valamilyet csinálni, mert még nincs. És ugye magyarok vagyunk, a helyzet adott volt, receptek adottak voltak, összeszedtük magunkat és azt mondtuk, hogy belevágunk. Volt bármilyen próbasütés, amikor ti kim voltatok mondjuk turistaként? Vagy vittetek nekik valamit, hogy egyáltalán ízlik-e az ausztráloknak? Mert hát azért nagyon más ország, nagyon más hagyományokkal, hogy mi szeretjük a lángost, oké, de hát ez egy zsíros, nehéz kaja, egészen más dolgokat esznek kint. Semmi igazából, egyáltalán nem csak. Természetesen próbasütést csináltam magamnak otthon, hogy működik, meg ki kellett próbálni magát a trákot, hogy működnek benne ezek a fritőzök, meg hogy működik a grilllap, meg hogy működik a sütő. De ugye nem csak lángost csinálunk mást is, dödöllét, és meg ugye említettetek ezt a magyar hotdogot, hát persze a magyar hotdog, mint ilyen nem létezik, a kolbász az, ami magyar benne. De például a honlapukon le is írtuk, hogy a magyar alapokra építünk, de folyamatosan változtatjuk a menüt. Szeretnénk egy kis nemzetközi hangszínt is belevinni, úgymond. Aha, tehát akkor egyszer megálltatok valahol az autóval, felcsöptetek a kis ablakokat, aztán onnantól kezdve árusítottatok a lángos meg a dödölét. Milyen fejük volt, amikor először ettek belőle? Az az igazság, hogy először a dödölle ment nagyon, ugye, mert a dödölle az valójában egy nyokihoz hasonlított dolog itt, dumplingnak hívjuk, ami egy krumplis tészta, amit mi megsütünk, meg megfűszerezzük. Ez ment először legjobban. A lángostól egy kicsit így óvakodtak, vagy hát így kérdezgették, hogy mi az, úgyhogy én elneveztem a Hungarian pizzának, tehát hogy a magyar pizzának. Jó, nagyon jó. És te a pároddal vagy kint? Valahogy közelebb kellett őket vinni, de őszintén megmondom, hogy itt nagyon mennek ezek a olajban kisütött dolgok, mint fish and chips, meg ilyenek, úgyhogy azzal nincs probléma, hogy mi olajba sütünk ki valamit. Az az igazság, hogy most ugyanannyi lángost adunk el nagyjából, mint dödöllét. Úgyhogy megy, és örülünk neki. És milyen láng, tehát mit csavartatok a lángoson? Tehát van a sima hagyományos tejfölös, sajtos tejfölös fokhagymás, gondolom én, de vittetek vele más extrát is, vagy van rajta más feltét? Mi egyelőre annyit csavartunk a lángoson, na most ez egy krumplis lángos, mi ebbe rakunk főtt burgonyát is, de óriásit nem csavartunk rajta, annyi, hogy igen, nálunk is van nukellásban banános lángos, meg semmi köze Magyarországhoz a lángoson kívül, viszont imádják. Egyébként nem tettem volna fel a menüre, hogyha nem kóstoltam volna meg előtte, és azt mondtam, hogy gyerekek, ez nagyon jó. Én ezt árulni fogom, és tényleg finom ez a nukellásban. A tejfölt, hogy oldjátok meg a tejfölt? Az nincs kint. De van, képzeld el, hogy van kint tejföl, és ugyanolyan jó minőségű, mint otthon. És van belőle zsírosabb, kevésbé zsíros, ugyanúgy lehet tenni, literszámra veszük. Most voltunk délután vásárolni tejfölt. Csak mert mindenki panaszkodik, aki külföldön él, hogy egy jó töltött káposztát nem tud enni Angliába például, mert nem tudsz tejfölt rátenni. Tudom, egyébként igen, Angliában van kint az öcsém, és ő mondja, hogy sajnos ő nem jut nagyon tejfölhöz. Hát én meg nem tudok neki innen küldeni, viszont itt van, és ennek nagyon örülök. És a kolbászt honnan szerzitek, a magyar kolbászt? A kolbát azt egy helyi hentestől szerezzük, aki valójában macedón, de volt egy magyar hentese, és megvan neki a tuti magyar kolbát receptje, jó sok paprikával, bokhagymával, teljesen olyan, mint ott. De jó. Nagyon finom, és minden reggel frissen vesszük. Figyelj, egyébként az ausztráloknak van fogalma arról, hogy ti honnan jöttetek? Oké, hogy beazonosítják, hogy hol van Európa, de tudnak rólunk valamit azon kívül, hogy egy pici, apró, kicsi ország vagyunk valahol Európában? Tudják, hogy mi az, hogy Magyarország, vagy hogy hol van? Meglepő módon nagyon sok ember jön úgy hozzánk, hogy voltak már Budapesten. És ennek én annyira örülök. És mondják, hogy Budapest S betűvel, nem azt mondják, hogy Budapest, vagy valami ilyesmi. Mondjuk a lángossal még küzdenek az lengos, a dödölle, meg dúdöl, meg mit tudom én, már mondták mindennek, de dúdöl. Ja, hogy ki van a kis autótokon azért, hogy lángos? Mert ugye mondtad, hogy hát autentikus, mit tudom én, magyar kaja, de hogy kiírjátok így, hogy lángos? Így ki van írva, sőt még fonetikusan is kiírjuk, tehát ezzel az angol fonetikus kiejtéssel mindenki van írva, hogy kell mondani. Ha most így sem működik, mert az emberek 80% a lángosnak hívja, és akkor elmagyarázom nekik, hogy az valójában a magyar láng szóból ered, és én nem nevettem el Léminek, szerintem mert borzasztó után hangzik. Igen, az ugye elég fura, igen. Hogy néz ki egy napotok? Tehát fölkeltek, elmetek bevásárolni, oké, megálltok valahol Pörszben, egy kereszteződésben, van egy fix helyetek, folyamatosan jöttök, mentek, hogy előre mondjuk otthon megcsináljátok a tésztát, és aztán óránként helyet változtatva folyamatosan sütitek a lángost. Hogy kell ezt elképzelni? Hát ez valójában ez úgy készül, hogy a maga az, amikor árulunk, az valójában csak a negyede a munkának, mert a többi az mind előkészület. Ugye a lángos tésztának kelni kell, gyúrni kell, krumplit kell pucolnunk. Most rendeltem egy krumpli pucológépet, mert hétvégenként már rendezvényekre is hivatalosak vagyunk, és például a múlt hétvégére 28 kg burgonyát pucoltunk le kézzel, ami egy nagyon kellemes élmény, nem, egyáltalán nem unalmas. Ez valójában úgy néz ki egy napunk, hogy előző este fölkészülünk, amit tudunk. Minden frissen készül a trákba. A lángostésztát az kora reggel gyúrjuk le, a dödöllével együtt van egy ilyen kis gyúrógépünk, azt beizzítjuk, azt 10 kilót egyszerre le tud gyúrni, ártudítónak hívjuk, úgyhogy ő működik, folyamatosan üzem alatt van, és amíg el nem indulunk. És akkor elindulunk, az lenne a legszebb, hogyha bárhol meg tudnánk állni, de természetesen itt is azért vannak önkormányzatok, akikkel folyamatosan kapcsolatban állunk, és ők jelölnek ki nekünk helyeket, mi meg vagy oda megyünk, vagy nem. Most jelenleg, ugye itt kerületekre van osztva ugyanúgy, ahogy Budapest is, jelenleg 4 kerületbe tudunk árulni, plusz vannak hétvégén piacok és fesztiválok, ezekre külön engedélyeket kell kérni. És van olyan, hogy néha menekültek az ausztrál rendőrök elől 100 liter fóróolajjal a trákban, iszonyatos autós üldözés van, mert üldöz benneteket az önkormányzat? Minden nap ezt csináljuk, nem, ilyen még nem volt. Sőt, van olyan, hogy páromat, Erikát benhagyom hátul a trakba, ő még süt, én pedig 20-szal gurulok, és dobálja ki a lángosokat az ember. Nem, jelöljük. Igen, és egy brutál mordája lő, te pedig elől vezetsz, és jobbról jön meg. Tom és Jerry Rice film. Egyébként is se könnyű az önkormányzatokkal, egyáltalán nem könnyű, mindenféle előírásnak meg kell felelni, és ez még itt nagyon kezdetleges formában van ez a mobil dolog, ez a food truck dolog, és mindegyik önkormányzat más berendezkedésű, tehát teljesen más követelményeik vannak, úgyhogy néha vicces, mert például az elindulásunk előtti este én még a kocsi alatt feküdtem és fegeztettem a vízvezeték szerelővel a vízvezetéket, mert még egy mosogatót be akart ragadni az önkormányzat az utolsó pillanatban. Pedig már volt 2, és én mondtam nekik, hogy én berakok akár 10-et is, csak mondják meg, hogy mennyi kell. De jó. Nagyon helyes ez a történet, hogy így mindent az ember egyszer csak föl, összecsomag, és azt mondja a párjának, hogy figyelj, drágám, akkor most azon, hogy veszünk egy ilyen trakkot, kimegyünk lángos ütni. Aztán lesz, ami lesz. És a dolog úgy néz ki, hogy, hogy működik. Valójában ez mindig bennünk volt, hogy szerettünk volna egy sajátot csinálni, meg egy food truckot, de azért itt 2 év eltelt azóta, mióta kijöttünk, tehát azért vendéglátásba lehúztunk 2 évet, étterembe, szállodába, kávézókba, úgyhogy ezt folyamatosan így értendünk. Aztán egyszer csak én rácsaptam az asztalra, és azt mondtam, hogy a helyi baterán, amit Gumtree-nek hívnak, találtam egy ilyen truckot, vagy tűtékocsit, hogyha tetszik, és azt mondtam, hogy és ezt most meg fogjuk venni, és onnantól 7 napból 8-at dolgozunk. Nagyon, nagyon ér. Kérdezik a hallgatók, hogy navos próbavásárlás volt-e már esetleg nálatok? Ilyet a Nébik megtalálta benneteket. A Nébik, a NAV mentem már hozzátok. A Névi igazából nem tudok róla, hogy jött volna, de fel vagyunk szerelkezve, fel vagyunk vértezve egy pénztárgéppel, én pedig könyvelő voltam otthon, úgyhogy mindent el tudok titkolni előlük. Ügyes! Nem, teljesen legális az egész. Jó, azért legyetek bekötve, tehát a kassa legyen bekötve, jó? Tehát azért ez fontos, hogy hosszú az optikai kábel, de azért tessék bekötni a kasszát. Mennyiért adjátok nagyjából? Tehát jól számolunk, hogy ilyen 1800-2000 forintnak megfelelő áron adjátok a lángost? Jól számoltok, az alaplángos az $8,5 kerül, a fokhagymás lángos, aztán onnantól lehet változtatni, amit csak szeretnének rá. Tehát én még meglocsolom Eviannal, vagy akár Dom Perignonnal is, csak akkor meg lesz az ára. Okay. Na most én azt értem, hogy ez otthon, tehát magyar pénzbe ez így most lefordítva, az ilyen 2000 forint között van, a körül mozog. Én annyira otthon, mert őszintén meg majd nem vennék lángost, viszont abban az országban, ahol $10-12 egy pint sör, vagy akár egy korsó sör, az ugye kicsit több, mint egy pint, szerintem... Hát nem szabad összehasonlítani a magyar árakkal, persze, hát más a fizetés, mások a bérek. A napilapban pont úgy kerültünk be, hogy milyen jó, hogy vannak ilyen olcsó dolgok is, amik ilyen finomak. Persze, teljesen más bérek vannak. Egyébként ebből úgy meg lehet élni, hogy akár tudtok félretenni is? Vagy ez arra elég, hogy az ember a napi szükségletét megvásárolja, eléldegéljen, és napról napra éltek ti is? Hát őszintén megmondom neked, hogy az utóbbi 3 hónapban több pénzt költöttünk, mint amennyit kerestünk, de pusztán azért, mert befektetés volt az egész. Tehát én most folyamatosan alakult ki minden. Most vettünk még egy plusz hűtőt, akkor jelentkeztünk egy másik önkormányzathoz, akkor abba ki lehet fizetni az éves díjat. De én ahogy most ezt látom, ebbe azért van pénz. Tehát itt ebből lehet félrerakni is akár. Most nem mondom azt, hogy milliómosok lettünk belőle, de nem is ez volt a cél, mert sokan kérdezik, hogy miért jöttünk Ausztráliában, nem azért jöttünk Ausztráliában, hogy milliómosok legyünk, hanem azért, hogy megéljünk. De arra elég, hogy megkend az önkormányzatot? Arra elég, hogy megkend az önkormányzatot, igen, hogy bárhova leállhassatok? Abszolút, eddig elég volt. Ugye, és egyébként élhető hely, mert az ember nagyon sok mindent hall Ausztráliáról is, azt is, hogy nagyon barátságosak, nagyon kedvesek, azt is, hogy azért furán néznek mindenkire, aki nem ausztrál, és kevésbé szeretik őket, és igencsak zárkózottak. Nézd, Ausztrália egy tágfogalom, mi körben töltöttük a legtöbb időnket, mi imádjuk, szeretjük a természetet, most 2,5 perc rakunk az óceánparton, és imádjuk, amint tehetjük, lemegyünk. Na most az utóbbi pár hónapban ez azért elég kevés idő volt, de az emberek, figyelj, ez egy angol száz kultúra, elfogadják azt, hogy magyar vagy. Igazából ez nem megbélyegző magyarnak lenni, mint ahogy Angliából halljuk már, hogy kelet-európainak néznek. Nem, itt érdeklődőek az emberek. Teljesen más logika, teljesen más gondolkodásmód. Az a te dolgod, hogy ebből mennyit veszel át, meg mennyire akarsz idomulni. Nem kell ausztrálnak lenned, tudod a kis saját dolgaidat is csinálni, de természetesen valamennyire azért be kell illeszkedni, azért olyan nincs, hogy itt most kirakom a magyar zászlót, és akkor én Magyarországot akarok itt csinálni, mert itt nincs Balaton, itt nincs Budapest, ez Ausztrália. Nyilván teljesen más, persze. De amellett ők is tiszteletbe tartanak téged. Én ezt látom, őszintén megmondom. Egy utolsó kérdés, mert aztán zárnunk kell a beszélgetést. Konkurenciátok van? Tehát van egy másik magyar, egy futrákkal, vagy egy kürtös kalácsos, vagy egy másik kolbászos, akinek már köszöntök, hello Gábor, hello Péter, és nem tudom, lángos süt, vagy kolbász csinál, vagy kürtös kalácsot, vagy ott, ahol ti vagytok, ott nem találkoztatok másik magyarral, aki szintén megpróbál valami hasonlót? Amennyire én tudom, mi vagyunk az egyetlen magyar foodtruck itt Nyugat-Ausztráliában. Viszont van egy ilyen ad-hoc lángosos formáció. Én velük még egyelőre, hát én egyszer talán tavaly rájuk írtam a Facebookon. Hogy hagyjátok abba, mert nagy baj. Ők a városban azt hiszem, hogy havonta egyszer árulnak pénteken lángost egy ilyen nagy közönségnek. Ez csak egy ilyen összeállt baráti társaság, akik valamit is plusz pénzért csinálják szerintem maguknak. Tehát ez nekik nem egy megélhetési forma, mint ahogy nekünk. Igen, hát ha havonta egyszer, akkor az egész másról szólhat. Péter, nagyon-nagyon szépen köszönjük, mindig jó hallani, amikor az ember ilyen bátor fiatalokat hall, akik egyszer csak tényleg vesznek egy nagy levegőt, kimennek a világ másik oldalára, és pusztán kalandvágyból. Nyilván némi tapasztalattal és rutinnal a hátuk mögött megvalósítanak valami olyat, amiről hosszú ideig álmodoztak, és most éppen lángost árulnak Ausztráliában. Tetszik ez a fajta kalandvágy. Péter, nagyon szépen köszönjük, jó munkát nektek! Hát én köszönöm, hogy megkerestetek. Nektek meg szép napot, meg a hallgatóknak is. Köszönjük szépen. Kenguru húsosra. Így van. Ha esetleg hiányzik az ülői úti felüljáró, akkor nagyon szívesen küldünk róla képet. Jó, itt nem sok mindenről maradtok rá egyelőre, sajnos. Úgyhogy majd kirakjátok a fotóját az ülői úti felüljárónak belőle a trákba, és akkor annál gyorsabban fogjátok pucolni a krópét. Soha ne lássátok. Igen. Sok jó nem történik itt. Sok jó sajnos nem történik. Péter, köszi, hogy beszélgettünk, ciao. Hello, köszönjük szépen, Bogár Péterrel beszélgettünk. Pörszből. De jó kis sztori volt, nem? Nagyon Szeretem az ilyet. Na, játszunk hármasugrást, már itt is van a játékosunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Dominika, hello, jó reggelt! Jó reggelt! Szia! Hello, Dominika, honnan hívtál minket? Miskolcról. Mi volt a mix, amit hallottál? Anestézsát hallottam, edemlemvöltetéskárást. Aras, Adam Lambert, Anastasia, így van, minden volt benne, ügyes vagy. Jól van, Jánsóa, mondjál valamit? Közepes. Közepes? Közepesnek érzem. Igen? Nem pirítottál oda? Na. A harmadik azért erős, de átlagban közepes. Meglátjuk, itt szól az első kérdés. Hány éle van a Pentagon nevű sokszögnek? Pentagon? Pentagon, így van. 5? De úgy van. Persze, így van, pontosan. Menjünk tovább? Próbáljuk meg még. Jó, jön a második kérdés. Melyik megyénkben található a Villányi hegység? Villány, merre van? Villányi hegység. Fantasztikus borvidék, ugye? Valahol a Balaton környékén. Melyik megye? Így szól a kérdés. Mondj valamit gyorsan. Lejár az idő. Somogy? Nem, lejjebb van, így van. Ez Baranya, Villány, Pécs, Baranya. Hát jó, rendben. Dominika. Nem baj, nincsen gond. Játszottunk. Persze. Rövid játék volt. Puszilunk, kellemes ünnepeket. Vigyázz magadra. Köszönöm, sziasztok. Köszi, ciao, ciao. Ez volt a 3-as ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Na. Jön egy pici szünet, aztán jövünk vissza a nap legjobb pillanataival, 3:40 lesz, pontosan 5 perc múlva. Múlt pontosan 1 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, mutatjuk, miről is volt szó ma reggel. Itt volt a mi drága Gáborunk ebben az évben utoljára, és nem egy fix témáról beszélgettünk, sok mindent hozott, egy kicsit kitárgyaltuk az ünnepi menüt, egy picit bepillanthatunk abba, hogy náluk mi lesz majd az ünnepi menü, és hát sok hasznos információt, sok hasznos dolgot osztott meg velünk, ami drága Gábor. Ó, és ez az áldott jó ember még hozott nekünk nyers sütiket is. Így van, nekünk finom dolgokat. Ilyen kis kókuszos zsárbót. Finom volt, így van. A nyers zöldséges tallér az már kevésbé csúszott, az melósabb volt, inkább egészséges, mint finom, de hát vele. Megküzdöttünk vele, igen. Márka kérdezte, hogy milyen, mondtam neki, most mennem kell sem. Szóval igen, Gáborral beszélgettünk, valamint kora reggel megvitattuk, hogy miért árasztják el az embert a kukik, mert talán néhányan észrevették, akiknek okos telefonjuk van, hogy mostanában bármilyen oldalt megnyitsz, azonnal feljön, ugye, hogy kuki. Mindenki arcába kukit nyomnak, hiába mondod, hogy rendben, hiába mondod, hogy elfogadod. Ennek ellenére csak jönnek, és próbáltuk megfejteni, mert hogy nem vagyunk nagy IT szakemberek, hogy mi lehet az oka, és mit csináljunk, hogy ne nyomjanak minden reggel az arcunkba 50 darab kukit. Nem tudtuk a megoldást. Egyébként, ha valaki tudja, küldje el nekünk. Na, ezen témákról beszélgettünk ma reggel, és most ezeket a pillanatokat újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 5 perc van pontosan 10 óra. Csabi, jó reggelt, hello! Jó reggelt, őrültek vagytok. Te is okos telefont használsz, nem kapsz érnéket, hogy origo.hu, és jön, hogy kuki, rendben, nem rendben, leokézott, megint jön. Érdekes, hogy nekem a telefonomon nem, az otthon, amikor laptopon megnyitok egy oldalt, akkor szokta ezt kiírni ott alul, hogy elfogadom ezt a lehetőséget, hogy esetleg ők használnak kukit. Vagy sütit. Nekem sütit ír, érdekes módon. Nem, modern géped van. Vagy magyar nyelvű oldalakat. Azt mondják, hogy egy új EU-s szabványozás, mely szerint a weboldal köteles a felhasználó tudtára adni, hogy ezeket használja. Tehát, hogy ez egy EU-s szabvány, és emiatt jön mostanában sok-sok kuki. Hadd jöjjön. Dübörög a gazdaság tőle, érted? A kukitól? Ja. Most valamire biztos jó. Miki, ezt kijelölte be, kedves Jani az ötszögnek, szerintem ő csúcson, és mindből két él fut. Le a szomszéd élekig. Na, minden oké, Csabi? Egyébként igen. Azon kívül, hogy már megint kénytelen vagyok metrózni, mert az autóm, amit egyszer a Feri hazavontatott, az nem szervizben van 2 hete. De legalább olvasok. Jó, hát otthon is szoktam, de a metrón tök jó olvasom. Mit olvasom? Mondj valami jó könyvet. Skandináv krimit olvasok, nem a legfrissebbek közül, ugye egy könyvtárba járó vagyok, mint látszik ezen a könyvben. Jó Nesbónak hívják, egy svéd fiatalember, és a Fiú című nagyszerű, ilyen börtönben játszódó drogos krimi. Nagyon jó. Tiszta karácsony, mi? Igen. Foglaltam a hallgatója. Jó, a svéd krimik jók egyébként. Én nagyon szeretem. Teljesen kikapcsolt. Ki ajánlotta? Lajcsi? Nem, a könyvtáros. Igen. Hívjuk a nap hallgatóját. Még egyszer? Hát ha. Nem, valami nem. lehet, hogy nem, vagy a magánszámot nem engedi kicsörögni. Lehet, hogy a vagy nem. Nem úgy értem, hanem beletállít egy magánszámot. Na, menjünk el pihenni holnapig. Menjünk. Úgy érzed, szükség van rá? Igen. Te voltál a feladvány a Mit Mondóra játékukban. Én nem hallottam, de ismerek olyat, aki hallotta. És ugye a híres ember kategóriát választották, és hát utána nagyon sok SMS-t kaptunk, és hát ő lett a nap hallgatója, aki írt, hogy azt mondtátok, híres ember. De kár, nem vette fel. Abaházit mondott, aki kitalálta, vagy az urák? Az urák, nem Abaház. Nem Abaház. Azért 20 év után leazurákoznak, azért az atomkemény. De neked se az azuráknak nem jó. Igen, nekem nincs vele bajom. Tessék? Nekem nincs vele bajom. Na jó, de mondj egy másik Klassz FM-es műsorvezetőt, az Urák Csaba. Hogy is hívják ezt a sem? Az Urák Csaba. Pedig emlékeztek, hogy mennyit szívtátok a vérem, hogy én állandóan bemutatkozom? Semmire nem volt jó. Semmire nem volt jó. Vagy mostanában nem teszem, talán az a baj. Annyi év, így el. Hús! Hát eddig egy megszólalásban egy név, most akkor emelni kell a tétletet. Most már mondd el az elején, és mondd el a végén is a nevedet, hát akkor. Annyi ideje nincs. Mondjuk annyi idő nincs, igen, rövidek a megszólalások. Csabikám, mondj valami, de valami tényleg jót, és ami olyat, amit nem egy nap 4000-szer hallunk, tessék. Karácsonyi dalt fogok nektek hozni. Jó karácsonyi dal. És remek zene? Ez szerintem igen, ez 1970-ben az én születési évemben írta a Donny Hathaway, akit... Hathaway nagybátyja. Igen, egyébként. Valószínűleg Donny bácsi, az öreg Donny bácsi. Egy nagyon jó jazzzenész volt, és feldolgozta ezt a karácsonyi dalát a Silo Green. Nagyon sokan mások is, de mi a Silo Green változatot fogjuk most megmutatni. This Christmas, ez a címe. Nagyon jó. De jó lesz aztán. Szerintem jó. Nem jazz, de jazzes. Hát általában ezekben a karácsonyi dalokban valahogy mindig belecsempészik a muzsikát. Ez most nagyon jól sikerült, figyeljétek. Még csak annyit, hogy ő nem svéd, hanem norvég. Azt akartam mondani. Igen? Most írják a hallgatókat. Köszönöm szépen. Lecsapok rá. Meghallgatjuk, Csabi. Köszönjük szépen. Jó munkát neked, jó? 555 55 0 0 a telefonszám. Ciao. Holnap 6-kor jövünk. Csabi. Yes. Szia. Szevasztok. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.